uraim! Balázsék! A Rádió 1-en indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Kávét! Most neki kávét, meg megöl valaki! Hozzon valaki kávét! Nekem is utána neki volt már. 6 óra után 12 perc, gyerekek. Hát most azt hiszitek, hogy röhögök azon már, de nem. Így van. De kínomba kicsit, igen, hogy minket követ egy felhő. De most nem ért minket utol, és itt vagyunk Szegeden a napfényvárosában. És Szegeden nagyon szépen köszönjük. Én, a jóistennek. Szegedre Pestről jöttünk Vikivel. És a szponzorainknak. A szponzorainknak is köszönjük, most higgyétek el, nem hazudok, Szegedtől 20 kilométerre szinte szikrázó napsütés. Tehát, hogy így Szeged előtt 20 kilométerrel kezdett el szemerkélni. Azon a buszon akarok ülni, akárhol is megy. Kezdett el szemerkélni, és Szeged előtt 10 kilométerrel kezdett el szakadni. Tehát 140 kilométerig zéro, semmi. Milyen bűt követtetek el? Mit csináltatok? De mi csináltunk? De igen, hogy jön utánunk a felhő. Uh-huh. Konkrétan ez történik. Te nem esik, Pesten se esett. Aha. Gyönyörű reggel volt. Tegnap is ragyogó napsütés, egész nap. Jössz és Szeged semmi. Fölött most áll nem akarok senkit megbántani meg olyan helyzetben, az mondjuk azt, hogy holnap Mohácson leszünk, jó? Jó, tehát, hogy menjen hát hova. Ha, érted? Hát, ha ott jól jön egy kis eső. Mert hát, ha eltereljük a felhőt igen, valahogy? Igen. Komolyan mondom nektek, hogy most ma reggel két dolog miatt jöttem egy picit későn. Egyrészt, mert én nem készítettem magamnak ki ruhát. Pontosan azért, mert mondom, póló, kis kapri, valami kis sportcipő, azt viszontlátásra. Én ennyire hittem. Az a kis kapri, ez hát tudod én. Nem kapri bogyó, egy marik kapri bogyót megdobtam. Tegnapi nap után te a Bermudába gondolkoztál. Én azt mondtam, hogy én egy pozitív ember vagyok, be fogom csalogatni a napsütést, én jól fogom itt érezni magamat, én két nap eső után, én úgy fogok ide reggel jönni, hogy kb. Egy perc alatt magamra rántok mindent, és már jövök. És kis túlzásra tényleg strandpapucsba fogok idejönni. És ezt föl is vetted, lejöttél? Igen, kinéztem, mondom, te jó, milyen figyelmesek már kint, hogy hívják, ott már lelakozták korán reggel a deszkát. Nem lakozták. Azért csillogott, mert zuhogott ez a rohadt eső. A másik dolog, amiért késtem az, hogy találkoznak a pöcésekkel, és tudjátok, hogy én kicsi gyerekkorom óta mindig szippantos szerettem volna lenni, és akkor Janik, amelyek megáll, és nem sajnos nem ülhettem, de nem mindig ilyenkor nézni szoktam őket, hogy dolgoznak. Valamiért ellenállhatatlan vágyat érzek ahhoz. Most várjál, Szeged belvárosában így van, Jani Mágnes, nem, hát valamilyen van, egyébként hát jó a kérdés, konkrétan ott állt bent keresztbe egy hatalmas szippantos autó, itt a mellettünk lévő utcában. Azt láttam, én is ott megálltam, parkoltam. Tudod, most nem volt nálam a gumikerekű rollerem, meg a rövid nadrágom és a pöttyös labdám, amit egyébként ilyen esetekben szorongatni szoktam a hólom alatt, de hogy egyébként megálltam egy kicsit és nézegettem, és nem bántam. Nosztalgiáztál egy kicsit. Így van. A napsütéses, értitek, ugye? A napsütéses gyerekkorba. Indultam vissza egy picit kis nosztalgiázás erejéig. És azon gondolkodtad, azzal a buszon is hogy hol rontottad el, hogy nem lehettél pöcegödrös? Szippantós? Valamit elcsesztem. Miért nem az életnapos oldalán vagyok? Igen, de azért ennek ellenére vannak hallgatóink. Igen, szóval és nagyon-nagyon szépen vannak. Köszönjük, ezzel kellett volna kezdenünk. Ugye Zalaegerszegen is ez volt a helyzet, hogy itt is egy hatalmas, esőernyő erdő fogadott minket, úgyhogy itt vannak rengetegen a szegediek, és nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, nagyon jó fejek. Magunk sem értjük. Nem értjük. Tökéletesen kiegyeztünk volna azzal is, hogy ez a tér ebben a pillanatban üres, és a szponzorokon, a stábon és magunkon kívül itt nem tartozik senki. Eljátsszuk mi a játékokat. Eljátsszuk. Persze, megértettük volna, legfeljebb felajánlottuk. Én már egyiket reggel gondolkodtam rajta, hogy bevállalom például a Mizó Selection-es játékunkat, és hogy kire fogom felajánlani majd azt az 50 vagy 100 ezer forintot, amit megnyerek. Te fürdesz, én dobállak, utána autót pakolunk. Így van. Igen, és akkor minden pénzt valakinek felajánlottunk. Így, Forrest úrral egyet, és akkor valakinek mindig kilökjük a... Hú, de jó, köszönöm szépen. Valakinek kilökjük a lóvét, és aztán 10-kor bontunk, és megyünk tovább az esővel. Nehogy a felhő itt hagyjon minket. Igen. Tehát megyünk tovább, mert a felhő megy, ahogy hallottam, Békés Csaba felé indult a felhő. Igen, úgy, ahogy látjuk, mondom, hogy nem megyünk messzire, alig 100 kilométert kell jönnöd a... Igen. Ti igen, hát én visszacsalogatom Pestre, mert én visszamegyek Pestre. Mi van? Aha. Nem kell mindig jól járni, Az volt, hogy ma este stáb van. Megyek. Aztán megyek vissza Békés. Együtt pocitasz majd velünk pár száz kilométerre. Visszaviszem kicsi feleségecskémet, és utána szépen sportolok is egyet, ha már Pesten vagyok, és 3 órakor jövök vissza ide, ahonnan elmentem most itt 6 óra után. Tök logikus, hogy egy 80 helyet mész egy 400-at. Picit ezt most alul szerveztük, igen. Egy 80 helyet megyek egy 400-at, ez a jó. De mégsem mehet ez a gyönyörű asszony vonattal, érted? Ez is igaz, meg azt a gyönyörű autót is járatni kell. Hát a másik, hogy a szponzor nem örül, ha nem teszek kilométert a Mergába, öcsém. Nem mutatja meg az országnak,
hogy milyen az autó. Azt mondta, jöjjek, menjek, lássák, hogy Bali mivel jár. Így van. Kiderül, hogy csak 100 kilométert megyek, érted? Megyek 400-at. Magam sem tudom ezt még, hogy fogom végrehajtani. Ma reggel ez elég reménytelennek tűnt a 4 órai keléssel. Illetve, bocsánat, 4 órai indulással. Aha, fél 4-es keléssel. Jó, mondom, ez ma hosszú lesz. Leszeged, vissza Pest, Pest, Békés Csaba. Ú, ez mondom, erős lesz. Most mondom neked, 7-kor jön majd az SMS, és látok, én inkább alszom. Biztos, hogy elmegyek vacsorázni, ha tudok, de nem leszek igazán. Antiszocba fogom nyomni. Kocsics majd velünk egy izotónia sitalal a sportolás után, mert kb. Ez lesz belőle. Beleesik a fejem a lebbencslébe, és este 7 órakor majd így. Szerző, srácok, bocs, nem halkan beszélget, ez kurvára, a gyerek már alszik, szóval egészséget, bocs, hogy nem voltam. Reggel megyek. Reggel megyek 3:30 órakor. Reggel találkozom. Nem, már csak összejön ez a vacsi, de ma van, igen, ma van. Jaj, de jó. Na, szóval, hogy igen, reméljük, hogy összejön. Na, mi újság? Esik? Esik. Jó. Esik. Ja, jó van. Esik. Tartsatok ki. Mindig ilyenkor össze számba szoktuk venni. Gondoljatok. Össze szoktuk számolni, ki szoktuk találni, hogy kik azok az élőlények a Földön, akik ebben a pillanatban nagyon boldogok lennének. Például a kétéltűek. Vannak köztetek kétéltűek. Igen, akik, igen. Azért a napsütésben ez ment. Tehát így is jó. A terepszerepben is jó volt a hangulat. Egyébként megvan ennek a bája. Beizítottuk az első Bonanza-Banzai koncert után megvásárolt fénytechnikát. Igen, valamit felkapcsoltunk, igen, vagy rátenyereltünk valami gombra, minden esetre pirosban úszik itt a szegedi közösség. Hirtelen. Szóval a hangulat nem volt rossz tegnap előtt sem. Nem, tök jó volt, nem volt. Abszolút jó volt a Zalaegerszeg, meg Szombathely is. Bár nekem még egy kicsit felfele kell jönnöm a tegnap ilyen 4,5-5 órás autóút után, mert azért az egy picit zombos volt. 4,5-5 mentetek? Hát igen, jó, megálltunk itt ott, tehát hogy azért falatozni kellett. Nyilván elmentek cukiba. Elment. Persze, nem mertem bevállalni, tehát nem akartam ezt felének tegnap. Már elmondtam, hogy így mindenki más úgy ment, ahogy ti is tanácsoltátok, hogy rámegyünk ugye az M7-esre, M0-ásra, M5. Hát ez egészen logikus. Igen, ez... én egy másik utat választottam, egyébként jól is tettük, hogy ezt választottuk. Én nem mertem megreszkírozni ezt a nullást, mert amilyen formában mostanában vagyunk, nézzünk ki ugye a stúdióból. Adok valamit, amivel belerakhatod ezt. Ezt ne nyerd le, mert rosszul leszel. Na, és... amilyen formában mostanában vagyunk, simán benyaltunk volna ott az M0-áson, én azt nem mertem megreszkírozni, úgyhogy azt csináltuk, hogy Székesfehérvártól egy kicsit így leborítottunk Kecskemét irányába, és akkor kisebb utakon jöttünk, és nagyon is jól is tettük. Egyrészt azért, mert ugye gyakorlatilag 10 perccel később értünk ide, mint a többiek, másrészt meg elvittem a kollégénát egy kis rejtett kis helyre. Ó, igen! Itt menjél jobbra a susnyásba? Igen? De valószínűleg egy jó kis cukrászdába, amit viszonylag kevesen ismernek, egy ilyen kis vidék, ilyen kis rejtett zugba, ami hát köröket ver sok fővárosi intézményre, úgyhogy egy kis pisztácia, egy kis narancsos csokimusz, egy kis záher még becsúszott, és mondom 10 perc volt a különbség körülbelül azokhoz képest, akik mondjuk úgy mentek, mondom, hogy M7-es, M0-as, M5-ös. Ezt a kollégina is akartam, hogy elpindítettek. Nem, különösebben, de hát most érted. Hát, igen. Nem volt más választás. Ő akart volna szegény egy-két óra. Jani van, nézd, nincs választás. Én a török típusú demokráciák híve vagyok, tudod. Úgy van. Na, lesz 10 rugom, vagy nem lesz 10 rugom? Nem tudom, még 10 óra után, de hát... De ma tegnap már meg kellett lenni a léc. Rezgett a léc tegnap. Hát figyelj, te 10 óra után azért... Egészen addig, amíg ki nem töröltem a képeket a Viber-re. Küldjetek már, hogy valahol 10 fok volt tegnap, hát nyerjek már 10 rugom. Igen, legalább ennyi pozitív életérzésre induljon a reggel. Jó reggel, tegnap megvolt a Szombathely mellett a 10 fok sem. 9 fok, 12 óra 51, rádió 1, 9 fok, ott van, jöhet a lóvé. Kép róla. Ott a kép, rádió 1, 9 fok, 12 óra 51, Gábor küldte nekünk ezt a Viber üzenetet. A törlés rohadék. Gábor, telefonszám. De írt egy másik hallgató, és tegnap elküldtem Mátra Szent Istvánon, 9 fok volt. Igen, őt hogy hívják. Úgyhogy... Jaj, már föl van a feketén. 10. kerület, 10 óra 1 perc, Hevez zivatar. Gyerekek, jönnek a fotók. Ó, 10 óra 9 és fél fok, oda néz. Jó van, Lacikám, te is mész a levesbe. Sziget halom. Azt Zoli, igen. Egy Apple-vet vacsot is elküldtetünk. Sziget halom, 11 óra 37. Kiváló. Nagyon jó. Egy régi hőmérő van. Az 16 fokos. Jó, Evelyn.
Neked is sok sikert az életben, többet ezt se olvassuk. Aha, igen, jó, nagyon jó, Gábor, na. Bravo. Pattintsát 10 logot, úgyis letiltották valamire a bankkártyámat, legalább tudott tankolni hazafelé. Igen, Petike, nagyon teszik a mosolygó smiley-t, mész a levesbe, te is a többiek nem után. Tudom, tegnap nem tudtam kifizetni a számos gyereket. Jó van, srácok. Hát, figyelszetem, 20 hallgató ide vagy oda. Szevasztok! Nyújja bele szépen a pénztárcádba, és adjál Balinak sajnos egy tízes. Sajnos nálam most a pénztárcám, a gyerekre fogom költeni, gyümölcsöt tudom. Veszek belőle így neki, zöldséget, jó. Répát, karalábét, úgyhogy szálljál be a kosztban. Adj egy kis lóvét, Balina. Jó. Hát ez 10 rúgócska. Jó, okay. Segíts rajta, hát megszorult, érted? Hogy megy az ez nagyon nem, kész. Nem, én neked ne. Nézd, csak itt vannak a barátaid, kérjük. Ott vannak a szippantosok, ott vannak a szippantosok, így van. Szevasztok, jó munkát, szép napot, ja, királyok vagytok. Már találkoztál meg velük az embereket, őket ez nem érdekli. Ja. Tehát ez egyedül te vagy rágyógyulva erre a dologra. A szar érdekelni. Jó, a gyerekek, nagyon jó, drágák vagytok. Köszönöm szépen, hogy ennyire szíveteken viseljétek a sorsát annak, hogy én kapjak 10.000 forintot. Köszönöm a fotókat. Ne. Majd én. Persze, hogy tudok. Mindig van aprom. Adj csak ide papának szépen. Azt tudod, hogy tőlem megkapod a 10-est, tőle nem biztos, hogy el fogja felejteni. Most lesz. Most visszaadod. Ne butáskodj. Azért ilyenkor nem vagyok rest a zsebembe nyúlni. Szépen te csak oda le. Hadd melegedjen. Játék, pénz. Hadd melegedjen. Összeszedjük mi azt itt. Apró lesz, ugyan apró lesz aranyom, de meg lesz. Figyelj, már 10 forintosban nem kérem. Hát figyelj, ezt ott nem hagyjuk. Jó, úgy látok, ki fog zagadni a farmer zsebet? Inkább a zsebet. Legalább érzem, hogy duzzad valami. Így van. Négyecske. Ötöcske. Meg egy ötöcske. Köszönöm szépen. Isten volt. Nagyon jó veled fogadni. Köszönöm szépen. Benne vagyok még, ha gondolod. Persze. Bármilyen más fogadás van. Nem hittetek. Két hete nem hittetek nekem, hogy lesz itt még 9 volt, vagy 10 volt. Mondanám, hogy törzs gyógyszere, de azt is mi szívnánk meg. Szedd vissza tőle. Mi van? Az a fogadás, ja, bocsánat, hogy holnap. Jó napot kívánok. Nagyobb tisztelete. Abban fogadjatok, holnap nem fog esni Békés Csabán. Arra tenyél. Te meg arra, hogy ne, fog. De csak az, jó. 40, hogy fog. Jó, de az néztem az időjárás, 40, hogy esik. Nem akarok magunkra rosszat. Az a baj, hogy fog, gyerekek, szóval ezzel így barátkozzunk meg, hogy... Ott világosodik! Persze. Itt is mondták, hogy szakadozik a felhőzet. Szerintem 10 óra 2 percre jók vagyunk. 10 óra 2 perckor a lámpa. A közvilágítás. Igen. Istenem. Itt úgy látom, van. Jó van. Na mondjad. Lendüljük túl ezen a némileg depressziós időszakon, és mondjuk el, hogy ma is azért ki fogunk osztani 300.000 forintot, ugye lesz egyszer 100.000-es játékunk természetesen. Bizony. Ugye múlt héten 3-szor játszottunk, de ezen a héten csak egyszer fogunk. Lesz ugye 4 kilót a mizós játékunk. 4 kilót osztunk, hát 3 játék a 100. Van, amiről vissza akartam hozni ezt a tízes. Ja. Na, hát kicsit megpróbálj forrolni. Ennyi baj. Jó, mizó játékunk, ugye egy kis csobbanás után ott is lehet majd nyerni 100.000 játékot, lesz egy nagyon jó operes játékunk, ugye a Grandland X-et kell majd megpakolni. Itt van az autó, mert nem látom a tömegszöveget. Igen, itt kell lennie valahol. A vas, igen. Ott van a vas. Ott van a vas. Hogyha megpakoljátok és jó időt hoztak, akkor azzal is nyerhetek 100.000 forintot, vagy aztán 50-50-et majd kiderül, és hát nem szabad elfelejteni, hogy ott van természetesen. Ami nagyon jó kis játék, akkor is kutyafuttatók, akkor is agility versenyük. Mr. Foresto? Mr. Foresto? Herr Mr. Foresto úr, ma nincsen. Hogy nincsen Mr. Foresto? El kellett ugrania. Ne csináld, dehogy nem. Tartalék nyakörvekért. Mr. Foresto nem tart ma velünk. Mrs. Foresto lady. De azt nem mondta, mondod. Igen, de azt mondta Mr. Foresto, hogy Mrs. Foresto lady jobb, mint ő. Igen, tehát Mrs. Foresto itt őt van. Őt is úgy szeressük, ahogy őt. Jó, mert Mr. Foresto ugyanazt már nem kapja. Csinálok semmit. Így van, 3-2-1 síp. 3-2-1 síp, és Mrs. Foresto meg tudja fújni ugyanúgy a sípot? Hát szerintem igen. Hát képesse? Hát bízunk. Ahogy hát, ő bekapja. Hát úgy már sípot. Herr Mr. Foresto úr azt mondta nekünk, hogy remekül fújja a sípot. Igen, hogy remekül fújja a sípot, és hogy nem lesz gond. Ott is azért 100.000 forintot lehet nyerni, és hogyha valakinek sikerül összehozni a legjobb időeredményt a hét végére, péntekre, Szolnokra, akkor gyakorlatilag még gazdagodhat egy nagyon jó kis nyaralással. 20 másodperc körül. Vagy teleréssel, vagy őszüléssel. Hát, egy nagyon jó kis szállodában, a Bakonyban. Igen. Na gyorsan egy-két esem, most itthon ülök, jelent vagyok, ti tényleg kaptok KFC-s reggelit, kérdezi valaki. Aha, ígérték, de nem igen, mindenhol van. Nem. Ennek a műintézménynek nem mindenhol van a két, de ma lesz, ezért nem. Igen, lesz. Igen, jó, 8 után jön. Így van. Igen, Jani, kérd vissza a pénzt, mert tartós 10 fokos hőmérséklet volt, nem csak, hogy eléri, üdv Zsolti. Zsolti, ne okoskodjál. Zsolti, beteszlek a izébe, a Golden League-be. Nem tudod, nem már töröltem is. Az volt, hogyha bárhol 9 fokot mérnek, nem kell, az nem volt az, hogy órákig, vagy egy napig, vagy 24 óráig, tehát erről szó nem volt, úgyhogy értem a puncsolást, értem, de hát sajnos mellé ment. Így van. Ja Istenem. Áron ott van? Ki Osztrák Peti kérdezi. Ki az Áron? Áron nincs. Így van, Áron nem, ő
Rosszat sejt a gyerekek, nincs itt ábel. Nincs. Ez nem jó. Hát ő viszont ez nem jó. És még valahhoz, hogy külödik a vonatom még? Ha itt van. Ó, de nézd, na, hát jól van. A harmadik helyszínes. Hadd mondja már el, hogy jött át, mert azért arra kíváncsi vagyok. Jó, hát, nem úgy, hogy most csak úgy magának, hogy a tömegnek, hanem majd, amikor kimegyünk játszani, hogy mondja már. Azért, ez egy nagy menet tegnap, Zalaegerszegről Szegedre. Hát, hogy autóval utaztunk ilyen 4-5 órákat, akkor az milyen lehetett. És hogy hol alszik, hogy hol aludsz, hogy mit csinálsz? Buszos túra volt, vagy vonatos? Is. Majd elmondod. Majd elmondod. De remélem személy volt és dohányzó. Ábel nélkül most már nem megyünk. Ábel nélkül nem megyünk sehol. Na, csak mondom, hogy Rábapaton a 8 fok volt 23 órakor. 8 fok. De a 23 óra az már nem érdekes. Ja, már nincs bennem? 10-től 6-ig mértünk. Hello. Szesvölszigetek 28 fok, kicsit hűvösebb fellő. Igen, igen. Jó, periféria. Igen, agglomeráció. Egyszer magunkhoz csatoljuk azt is. Igen. Andi pedig írta, hogy... Ő is küldött képet Viberen a fokokról, úgyhogy Andikám, te abszolút velem vagy, és ezt én nagyon, nagyon díjazom, igen. Miért csírtok az eső miatt? Aki játszik és csobban, az már legalább vízes lesz, ezt az időt még az úszók is szeretik. Egyébként ez tényleg így van. Persze, ez nagyon jó egyébként. Ez az, aki írta ezt az SMS-t, egyébként itt van most? Nyilván otthon ül, láblógatva, arcoskodva írogatja nekünk. Azt mondja, hogy Békés Csabán is nagyon esik az eső, csak megvár titeket holnapig. Köszönjük szépen, nagyon szépen, köszönjük. Pesten nem esik, de nagyon hideg van, 11 fok, és... Hát a mókás volt reggel a stáb reggelébe belehallgatni a streamer, valaki kihúzza Zsülci egyik kábelét, ezért a streamer a stúdió volt lát 15 percig. Mm-hmm. Na, hát remélem, a Zsülci és Anna megbeszélt valami nagyon durva dolgot, amit hát, mi nem tudhatunk. Képzeld, milyen durva dolgokról beszélgetett Zsül. Igen, az egyik mikrofon ment a stúdióban, hát imádkozzunk, hogy nem mondott semmit. Semmi terhelőt. Na jól van, oké, drága hallgatók, elmegyünk akkor egy picit hírezni, reklámozni. Jó, megisszuk a kávinkat. Aztán jövünk vissza, és folytatjuk egy fekete fehér igennemmel. Úgyhogy aki akar jelentkezni, az támadja meg a hostess lányokat, ha még nincs meg a jelentkező, mert valakivel nem sokára játszunk, jó? Odottad már lovét, vagy nem? Igen. Igen, és nem tudtál sajnos visszaadni egy 20-ast. Na, jövünk jó, mindjárt. Azt látom, én szívom meg. Jövünk mindjárt írek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan, 2 perc múlva vagyunk. Mindenkinek. Nem esik. Aha, igen. Ami sok technikai vezetőnk fejbe belállt az Ernyő, tudod, hogy eldobtam fel. Tényleg nem esik? Hát, látod? Két gyenge van, 3. Igen. 3 gyenge, a többiek, nézd meg. 3 biztonsági játékos. Ők még azért azt gondolják, hogy mi van, ha újra elkezd esni. A többiek már igen. Tutira mennek, hát most érted. Ők X-re vették ezt a dolgot. És egyébként pedig azt írják többen, hogy Ábelt föl kell áldozzuk, mert valószínűleg ő hozza az esőt. Egyébként tényleg rituálisan. Jó, itt most a téren. Rituálisan áldozzuk fel Ábelt. Teljesen jogos. Lehet, hogy megjön a jó idő egyébként. Már az M5-ösön vagyok irány Szeged, megnézek titeket, előtt a piacon betöltök az arcba pár gitáros palacsintát. Csuma küldte nekünk. Gitáros palacsinta? Nem tudom, ez a gitáros palacsinta. Beszéltem az előbb valakivel. És mondott valamit, na, az M5-ösről, ja. De nem emlékszem, hogy ki volt, és nem emlékszem, hogy mit mondott. Úgyhogy iszom még egy korty kávét. Viszont az azt jelenti, hogy biztató jel, hogy valamire emlékszel. Tehát egyrészt beszélgetés. Valakivel egy lefolytattam egy telefonbeszélgetést az M5-ösről. És az M5-ös. Van egy fix információ az M5-ösről. Igen, valahol egy kamion átvitt egy szalagkorlátot, de hogy hányas kilométer, arra már nem emlékszem, pedig mondta, ami drága kolléginánk, de nem tudom. Jó, ez egy fontos és fontos info. A lényeget próbáltam megjegyezni, valahol az M5-ösön most torlódás van. Annyira jól van Balázs, hogy elsőre, hogy csörgött a telefonja, az egeret vette föl. Halló! 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 Miért nem szólsz bele? Vonalas! Miért hívogatsz, ha nem szólsz bele? Igen. Nem akarsz kimenni kicsit? Vegyülni, barátkozni? De most te nem akarsz ki, hogy itt jó papáskodsz meg. Értem én, hogy te itt ezt elveszel, de hogy érted, hát neked már rég itt lenne a helyed. A műsor száguldó riportere. Csak mit? Mondom, nevettek, nem mit, ő. Tudom, de kicsit csúszik a hang még az előzőn. Ja, a tiédem, mi? Nem gyerekek, elmondom nektek, hogy megkaptuk a nap SMS-ét közben. Igen. Tehát azért erre egy felhívnám mindenki figyelmét. Nézem. Balázs, így szól. Igen. Légy szíves, szóljatok a Doma Zsoltinak, hogy segítse, mert a Dani feje beszorult a páncélszekrénybe. Előre is köszönöm üdvözlete Janicsa Krisztina. Jancsika Krisztina. Jancsika. Ez az SMS. Aha. Szóljatok a Doma Zsoltinak, mert a Dani feje beszorult a páncélra. Jó, itt a Doma Zsolti?
Letödöm a Zsoltinak, haza kéne menni. Aha, és Zsolti így a páncélból a gyereket. És Zsolti nagyon ért a lángvágókhoz? Te vagy a Doma Zsolti? Zsolti, gyere ide egy picit. Ne te Feri, majd ő odafárad. Bár mondjuk sürgős dolga, mert Daninak beszorult a feje a páncélszekrénybe. Szia Zsolti. Hello Zsolti. Gyereket, sziasztok. Tényleg, ki a Dani? Egy kollégánk. És beszorult a feje a páncélszekrénybe? Hát valószínűleg egy vicces üzenet. De nem. Persze, ja, értem. Ha, én ezt kicsit komolyra vettem, mondom, ez a nap SMS-e. Hát valóban megtörtént, hogy a Dani feje beszorult a páncélszekrénybe, az nem szenzációs. De azt érezzük, Zsolt, hogy te is nagyon értékeled az ilyen típusú humort, mert hogy nagyokat nevettél. Szinte már felnevettél. És akkor van ilyen Jancsika, Krisztina? Ilyen nincs, van. Olyan sincs. Olyan sincs. Aha. Jó, mi a valóság alapja ennek? Igen, mi a valóság alapja, hogy Balázs? Vagy, tehát mi, honnan tudtad, hogy akkor ez rá? Robert. Aha. Te létezel, Dani létezik, páncélszekrény van? Az is van. Az is van, csak nem szorult bele a fejem. Kriszta is van, csak nem Jancsika Kriszta. Oké, jó, hát megköszönjük, kibogozzuk. Szépen, ez a dolgunk, ezért vagyunk, érted, oknyomozó riporterek is vagyunk. Másik. Sziasztok, fiúk, nagyon beteg álmom volt. Álmomban Jani angolul vezette az adást szinte egyedül, mert Balinak nem volt sok foga. Viki kiütötte féltékenységből. Ezért mindig csak annyit mondott magyarul Janinak, hogy segíts már, nem tudom kimondani. Ferit meg lecsukták valamiért, arra nem emlékszem, hogy miért. Ez volt az álom, Tomi küldte nekem. Lehet, hogy én összejöttem a Vikivel, nem veled. Velem jött. Veled, és Viki féltékenységből téged megvert, és engem ezért lecsuktak. Jó. Téged lecsuktak, a Jani pedig angolra vártott, és angolul vezette. Nem lehet, hogy mondjuk nem Viki verte ki a fogaidat, hanem Feri, hogy ügyesebb legyél. Mert nagyon fogazol mostanában. Azért verte ki, hogy ne legyek annyira. Igen, elég olyan karcos. Kicsit legyek ügyesebb. A tapasztalatlanság. Egy angol. A fiatalság heve és a tapasztalatlanság azért csúnya dolgokra képes. Egy angol beköszönés nyomjál már. Egy ilyen izé. Hi, hello. Hi, good morning. Hello, good morning. Hi, good morning. Nem, ti azt nem akarjátok. Fagyos szentek hétfő óta nem Pongrád, Szervácz, Bonifác, hanem Balázs, Jani és Feri. Tényleg így van. Tényleg így van. Jó, de akkor most már fagyos szentek, csak tanuljuk meg ezt, hogy akkor beik héten van a fagyos szentek. Elfogytunk? Hát akkor elfogytunk. Mert tényleg hétfő kétszerre kipipálva. Meg vagyunk, igen. A Békés Csabán, jó idő. Na, hol van Ábel? Hol van Ábel? Ábel, na. Gyere Ábel egy kicsit ide, hello. Harmadik napja jön velünk, egyébként egy kis barátjával, mert ott van egy másik srác. Ti együtt jöttök? Nem. Nem. Azt meg tudjátok magyarázni, hogy egyébként végig minden nap ott vagytok a turné, hogy miért nem fogtok össze? Utáljátok egymást? Nem, hanem én most hazamegyek Pestre, és akkor onnan megyek Békés Csabára, mert nekem Jó, nem velem. Meg... Azért, mert én elmondtam meg, hogy én is hazamegyek, felejtsd el. Tehát nem állsz ott 10 óra, 2 perckor a kocsimnál, mert nem viszlek el. Tudom a rendszámot. Az is igaz, hát tudod, persze, hogy tudod a rendszámot, tehát egy csomószor találkozunk más forgatásokon. Meg tudjátok, ők egymással szemben álló két fan club. Tehát, hogy ők érted, ők nem szórakoznak egymással, ők kicsit harcbálnak egymással. Ugyanúgy kedvelik. De nem úgy egy szállodában voltunk. Egy szállodában voltatok. Igen. Ugye Ábelnek tavaly intéztünk egy szállodát, hogy legalább egyet aludjon egy jó helyen, de most hogy jutott ott áll át Zalaegerszegről? Tehát mi volt? Busszal jöttem. Hova? Pestre. Fölmentél Pestre? Aha, Nagykanizsán keresztül ott elmentesen. Ábel, nem most, hogy ők fotóznak. Igen? És akkor onnan pihentél egyet? Vagy ott átszálltál azonnal egy másik buszra? Pihentem egy órát, és utána vonattal mentem. Mit jelent, hogy pihentél egy órát? Lefeküdtél valahova aludni? Otthon. Nem mondod komolyan. Leültél egy padra? Nem, otthon. Otthon? Otthon. Van lakáskulcsot? Tehát be tudtál menni? Van. Aha. Egyedül laksz egyébként, Ábel? Azt nem is kérdeztük. Is. Az hogy van? Néha erre hogy lehet ezt a választ adni, hogy is? Néha van ott valaki, néha nincs. Van egy családjáz, és az két lakásból áll, és egyik az enyém. A másik pedig mindig van ott valaki. Nem az a szüleimé. Aha. Te gyorsan elszeparált. Mama hotel, mi? Tehát az is, az nem azt jelenti, hogy mondjuk egy szemétledobóban alszol, és azért jönnek-mennek ott az emberek. Ne, valószínűleg egy családi ház, a mama gyorsan felhúzott egy gipszkarton falat, és azt mondta, hogy mától lesz két ház. És vágott egy bejáratot, épített egy lépcsőt, és azt mondta, hogy ez külön bejárat. Pihentél egy órát, aludtál, és akkor busszal Szegedre? Aztán kökint találkoztunk Gáborral. Gábor a másik oldalon áll itt az üvegstúdió előtt egyébként, igen. És ővele jöttünk Szegedre. És akkor itt hol aludtatok, vagy itt mi volt? Hát itt nem messze egy szállodában, csak nem volt meleg vizem. Aha. Jó, de mire szóltál? Vittem volna át Marmonkannába. Ugye kölcsön kellett tőle kérnem a fürdőt. Na, hogy átmegyél az ő szobájába? Aha. Hát azt gondolom, hogy ugyanabban a hotelben. Tehát nem egy másik hotelben. Hát igazából az egész hotelben ketten voltunk. Az egy nagyon jó hotel. Az jó. Nem volt, aki zavarja, de érted. És rátkopogtál, hogy engedj már, mert nálam nincs meleg víz. És nála volt. És miért nem szóltál a portán, hogy adjanak egy másik szobát? Nem csöngettem három szót, de senkinek. Nagyon komoly szállodat. Félpanzióval volt nem meleg vízzel. Mennyit fizettetek ezért? Este olyan félzen egy körül volt. Este félzenek. Mennyi volt egy szoba? 5500. Az abban nagyjából benne, hogy ne legyen meleg víz és ne legyen portás. Tehát 5500 ér az ágy volt. Az volt. Volt ágy. Ágynemű?
az is. Minibár? Igen. Minibár. Nem, azt ő Szombathelyre ígértek, de nem volt. Szombathelyre ígértek a minibár, de nem volt. De visszamész. Zalaegerszegen pedig olyan szarszállodát foglaltam, hogy két hétem állá foglaltam, hogy nagyon jó lesz, és mire odaértem, akkor már ki is menekültem onnan. Én nem is, hol aludtál? Hát kerestem egy másikat. Azt itt a biztonsági örök segített. Én nem hiszem el, hogy ezt mi megérdemeljük. Tehát, hogy ezt. Ez tök jó, hogy jön velünk. Én ezt nagyon bírom, hogy hallgatók jönnek velünk. Szív egy hetet csak azért, hogy mindig találkozzon ja, velünk. Abból a szempontból igen, le a kalappal. Hát erre valóban. De igen. Amúgy az keményebb lesz, nem most hazamegyek. Igen. És alszol fél órán? Nem, majd este 6-kor lefekszek aludni, és hajnal 2-kor indulok végésebb áll. Miért nem jössz át innen? Hát mert nincs szállodám, meg hazamegyek. De. Elfogyott a költségkeret. Elfogyott a költségkeret. Nincs de már pénz rá, érted? Akkor vonatozunk. De biztos, de nem messze a túlkidősön, van valami omladozó parasztház. Vagy az valami... van, csak meg kell venni, nem lehet csak úgy beköltözni. Vagy valami csűr, vagy góri, érted? Hát anyád házát mondtad, hogy eladtad valami Baleknak, Feri, akit rá tudtál venni. Valakit rá tudtál venni, hogy ne vegye észre, hogy a vályokház már kicsit omlik, meg igen, eredetileg kétszintes volt, csak süllyed. Viszont jó a pince. Viszont nagyon jó a pince. Ja, Istenem, szegény Ábel, és akkor ezért hazamész. Figyelj, egy 5000-es szállodát azért összedobhatnánk neki ott is. Most nyertél egy 10-est. Van Békés Csabán szálloda 5000-ért? Dobjuk össze neki. Biztos. Most én mondom, érted, ez annyira... Mi van, találtál pénzt? Hogy olyan szóró volt ez a történet, és valahol valami megmozdult bennem. Igen, leírt a kávé? Igen, az mindig is a klotyóra. Azért mondom. Van fogkefél megváltó alsód, meg ilyenek? Nincs. Nincs, de nem zavar. De mindenképpen vissza kell menned Pestre? Hát váltóról. Ugyan, hagyjad, váltóról ne butáskodj már. Érfi ember, két napot kibír ugyanabban. De miért kell beszél visszamened? Anyád mondta, hogy zárd el a tej alatt a gázt. Vagy... Igen, etesd meg a lovat az erkélyen. Igen, és mindenki. Na jó van. Oké, kitaláljuk Ábel, jó? Jó, megpróbáljuk összehozni. Sanyarú sors ez, aki egész héten így követi van a műsort, az figyelj, az olyanok, mint a grupik a Beatles alatt. Ott alszanak, ahol tudnak. É, nem? Aha. Hát lehet, hogy a Beatles jobban jár. Jó, mindenek körülnek, egy picit más. Nem, inkább a cölibátus, mint Ábel, maradjunk ennyibe. Tehát... Ábel a mi grupink, hát nincs ezzel. Hát így van ezért. Jó van, Ábel, kitalálunk valamit. Lenne még mondani akar valamit, egy utolsó. Ígértél nekem egy játékot, és ott megnyerem a 100 000-t, akkor foglak Janinek a szomszédságával. Nem kapod meg azon a cash, tehát ez nem úgy van, hogy te most azt itt megnyered, és fél óra múlva kapod a cash, tehát az hetek mire megkapod, hát az nem úgy van. Nem, Ábel nem most kapjátok. Hogy átutalással fizet. Egyrészt meg nem biztos, hogy azért annyira örülnének neki az itt lévő kedves szegediek, hogyha egy kicsit belterjesi vállal a játékért, aztán pedig Feri Rokona is játszana, az én haverjém is előkerülnek. És végül Viki játszana egyet fél tízkor. Ábel csinálhatna egy vlogot a megpróbáltatásairól, nem semmi a csávó, hogy ez szalál neked, erről írnod kéne. Írnod kéne, hogy hogy jössz utánunk, és a roadshow kaladja, hogy hol alszol, mit csinálsz. Hát tök jó sztori, hogy jössz, mész és követsz így van, most már évek óta. Sziasztok, ez itt a Szopor Roller turné. Igen, Ábellen. 2018 követem, tavasz. Igen, követem Balázsikat 2017 tavaszán, és akkor írnál erről egy vlogot, tök jó lenne, és mindenki olvasná. Figyelj, összehozzuk, lesz ott Békés Csabán szállás. Jó, valamit találunk, most ezzel nagyon találok, jó messze tőlünk, de lesz. Szerintem lesz egy üres szoba Jani szobája mellett. Én el tudom intézni. Kerül, amibe kerül. Kerül, amibe kerül, nekem ez megér 20 rúgot, hogy lássam Jani arcát. Hogy baktad föl a lépcsőn este, és Ábel ott ült törökülésbe a szobája előtt. Egy gyors költözés számomra nem akadály. Valahogy azért ezt csak elintézzük. Így van. Na jó, van, de jönnek az SMS-ek, van egy üres szobám Ábelnak Békés Csabán, hát most ugye ki tudja, hogy ez milyen jellegű szoba, vagy mit ajánl. Jó az bárhol, neked, bárki, ez azért nem menjél el. Jó, de ha valaki tud, akkor egy fodrászt is keresed nekem. Persze. Meguntad ezt a gyönyörű sérül. Persze. Igen, igazság szerint azért akartam hazamenni, mert fodrászod akartam menni. Tudtam, hogy valami nyomós érted van, hogy neked ma haza kell menni, mert nagyon erőltetted már ezt a hazamenetet. És van saját fodrászod? Ő volt. Ja, aki ezt csinálta. Ja, volt, igen. Volt. És a te bosszúdnak esett áldozatul? Vagy? Igen. Azt mondják, hogy Janinál nincs váltóruha. Biztos, hogy jó lenne Ábelnek valami. Így van, tőle. Egy alsógatyát adsz neki érte. Persze. Oké. Okay. Ábel tudod, Grills. Tudod, mi az a Tomil fige? Nyugi, Jani se. Ne aggódj, ő se tudja. Ábel Grills, azt írják egyébként. Igen, tényleg, hát Bear Grills után szabadon. Oké, van játékosunk, gyerekek? Hát játszunk le azért egy fekete-fehér igen-nemet, mert hogy ez azonnal, ja nem, ez nem 100 000, hanem ez azonnal egy ajándékcsomag annak, ha valaki nyer. Ugye? Igen. Hello, jó reggel, ciao, hogy hívnak? Sziasztok. Hello. Bence vagyok. Bence, hello. Bence, nem vagy bátor. Micsoda kitörő lelkesedés, Bence, hello. Megásztál? Nem annyira. Miért nem? Volt esernyőn elem is. Igen?
De olyan picit ilyen visszafogott. Jobb sztori lett volna, ha megázol. Elhagyott a kedvesed? Honnan jött? Nem is volt. Ja, nem is volt. Hát nem baj, nem baj. Maradj még tízig hátam. Igen, honnan jöttél, Bence? Zárkányszékről. Az mennyi innen? Zárkányszék. Hát az ilyen 25 km. És hogy jöttél? Busszal. Ez egy egyszerűbb sztori, mint ábeli. Igen, felszálltál, itt vált, leszálltál. És csak azért, hogy minket megnéz, vagy van más dolgod is? Hát iskolában járok ide Szegedre is. De az nem olyan fontos. És hányra kéne bemenned? 8-25-re, úgyhogy... Jó, hát akkor még jó vagy. Kivel játszanál? Ferivel. Nagyon jó, hát pontottátok egymás mellett. És már kéne egy mikrofon még. Egészen, ha elveszed a szád elől, amikor... Balázs jelezte, hogy azt a mikrofont már sajnos nem tudja adalni. Van benne némi baktérium. Nem, mióta vért köpök, jobb egyébként ígyetek, azóta azért úgy tisztul. Fogjad jó közel magadhoz. Na, Bence, ez így jól lehet, egymással szembe, egy méterre egymástól, ez nem egy egyszerű élethelyzet. Na, essünk egymásnak. Szólj bele, hogy szól. Szerintem... Ah, de jó vagy! De ez nagy játék lesz, gyerekek! Egy kicsit bemelegítek, mert ezt a tempót nem fogom meg. Oké, na, esetek egymásnak. Jó, 3-2-1, és tessék! Egyetem is tavaly? Nem. Jó, már látjuk, hogy ennyi volt. Jó. Léci, ne! Nagy tapsa, gyerekek, körbe futom a teret! Még egyet toljunk már! Nem, miért tolnál? Miért? Hát ez... Mire toljunk még egyet? Hát ez most nem ért, nem, szerintem... Eldördült a startpisztoly, ez ennyi volt? Hát én úgy érzem, hogy itt valaki most nem értette meg ennek a játéknak a lényegét, és az nem Feri volt. Lehet, hogy a Mizó játékra jelentkezett? Igen. Lehet, hogy az Operes játékra jött? Fekete, fehér, igen, nem. Hát most... Mindenki tudja a szabályt. Lehet, hogy messze van az iskola, és most kell elindulni, hogy beérje 8-25-re. Nem tudhatjuk, érted? Mi van, ha csak látni akart minket? Emeljük a tétet. Legyen fel az első kérdés, hogy egy zákányszéki vagy? Kipróbál? Fehér. Zákányszéki vagy? Jó van, Bence. Ez nem egy egyszerű helyzet, mert nem, telefonon se könnyű, de meg az ember élőben van, meg itt vagyunk, meg a stúdió előtt állsz egy csomó ember előtt, az nem könnyű. Pedig látod, direkt el is bújtunk itt oldalt. Az nem könnyű, de azt hiszem, hogy az éves rekordban a legjobb három bassz simán. Tehát ilyen hamar... Talán kétszer durrantottak be nemet. Jó? Jó, de van ajándékod. Erre? Még erre is adunk? Hát nagyon rendesek vagyunk. Adjunk egyet, adunk. Persze. Adjunk egyet. Mindig adunk kitelepülésen, akármit csinál a játékos, nyer. Aha. Szeretsz ugyanazzal a busszal visszamenni Zákányszékre, amivel ide jöttél? Vagy hova sietsz? Figyelj, hát kicsit játszott egy veled a Ferivel, tehát igen, van egy akinek ennyi is elég, érted? Van, akinek ennyi is elég. Bence, nagyon köszönjük. Köszönjük szépen, csak így tovább, ugyanezzel a lendülettel. Nyugtass meg, a suli jobban megy, mint a játék. Igen. Mit tanulsz, mi leszel? Hát, informatikus. Az a jó Isten óvjon. A jó Isten óvjon meg bennünket. Jó, semmi gond. Jó, hát az egy más. Jó vagy belőle? Igen. Az jó. Feri, öleld meg, légy szíves. Jó. Na, jó van. Köszi, Bence. Vigyázz magadra. Köszi. Ciao, ciao. Oké, csak mondom, gyerekek, titkon jegyzem meg, hogy azért a hetet behúztunk. Ennyi! Tózerolunk. Iszonyat. Te választottad a játékos? Ránézze, azt mondod őket. Nem, a csajok. Igen. Óricsi, ahogy hívnak. Bence, nagyon félsz. Igen, gyere játszol. Jó lesz. Nagyon be vagy csokizva. Igen, te vagy a játékos. Hol van? Oké. Na, elmegyünk akkor hírezni, és akkor utána jövünk, az első játékunkat le is játsszuk szerintem. Méghozzá, hát kicsit fáj, hogy Mr. Forresto elhagyott bennünket. Ez, így van. Ez nagyon fáj, de Mr. Forresto úr. Mr. Forresto úr. De van Mrs. Forresto Lady-nk állítólag. Így van. Itt van, és őt nagyon-nagyon felhájpolt a Herr Mr. Forresto úr. Azt mondta, hogy jobb vagy, mint ő. Bár szerintem olyan nem lehet, jó, de jövünk. Igen. Azt érek, a srác politológiára jár, egyetlen lecke van, tagadni. Geri küldte nekünk. Na jó, vagy jövünk mindjárt a hírek után. Csak mondom azoknak, akik jönnének ide a Reök palota elé, jelentsen ez bármit is, hogy nagyon szép idő van. Tehát, hogy elállt az eső. Így van. Elállt az eső. Ez itt balra, az ott jobbra, ez itt balra. Ez itt van illat. És most újítják egyébként, tényleg egyébként nagyon szép épület. Nagyon szép. A regionális összművészeti központ, ez kérlek szépen alásam. Köszönöm szépen. 7 óra van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék!
7 óra után vagyunk 16 perccel. Hello mindenkinek, jött egy SMS, ha esetleg megnyugtat benneteket, Prágánál is esik az eső. Nagyon, nagyon köszönjük, nagyon köszönjük szépen, nagyon jó. Egész igen. Más, hú. Ez már ilyen kollektívázás. Hú, igen. Jó, hogy megisted. Na, de milyen az időt az elsősorban, szólaljon meg valaki, jó? Nagyon szuper, elsőként is Gábor. Hello Gábor, ciao. Hello, sziasztok. Szia Gábor, 3 napja követsz bennünket, te is? Igen. Hát én vasárnap reggel 8:30-kor indultam otthonról. Átcsattogtam Szombathelyre. Átcsattogtál, igen. Hát a Magyar Állam Vasutak jó voltából. Honnan csattogtál? Miskolcról. Miskolc, nagyon szép. Hány óra alatt értél át? 9:30-kor indult a City és 15:40, tehát 6 óra 10 perc. Egy 6 óra 10 perc, átértél Szombathelyre. Onnan? Onnan le Zalaegerszegre busszal. Aha. És Zalaegerszegről pedig szintén a vasutak jó voltából idáig. Uh-huh. Igen, ha esetleg valaki nem tudná, ő az Ábel ellenes fanklubnak, illetve a másik egy személyes Balázsék fanklubnak a vezetője. Ez egy harc köztük, hogy vezetője, ügyvívője. És direkt álltuk a legtávolabbi ponton egymással szemben. Jaj, nem, én itt megálltam, aztán... Elég, találkoznak eleget. De egyébként, hogyha úgy van, akkor szoktunk egyeztetni, tehát, hogy... És milyen volt Ábel, amikor bekopogott tegnap hozzá, hogy nincs egy kis meleg vizet? Ott állt egy kis köntösben, vagy egy kis törölközőben, és mondjuk, hagyd már egy kis meleg vizet. Meglepődtem, mert már fél álomba voltam. Nem adok! Nekem is kevés van! És akkor bement hozzá zuhanyozni, miközben te bent feküdtél a szobában, hogy gyere be, nyugodtan zuhanyozz le! Én, addig, én hát hogy mondjam, ez egy kisköltségvetésű panzió volt. Óvatosan fogalmaztam, igen. Igen, jó duva, kisköltségvetésű panzió. Tehát úgy... az volt a helyzet, hogy a... Igen. A mellékenység, tehát a WC, az kint volt a folyosón. Aha. De szép! Jó. És volt, hogy rohantatok egyszerre Ábellel? Melyikötök érde? Zuhanyzó az volt a szobába. Igen. Mondtam Ábelnek, menjen zuhanyzó le a szobába, addig én kiülök a WC-re. Aha, tehát nem akartad Ábelt, hogy átsuhan a szobám eszenő, ezért addig kiültél a recsóra, ő lezuhanyzott, és akkor utána cseréltetek. Micsoda logisztika. Így, gyönyörű. Pontosan így, igen. Nagyon jó, nagyon jó. És akkor mondta Ábel, hogy figyelj, félek egy kicsit, hadd maradjak, hogy nem volt semmi. Jó, egy picit össze a hideg. Igen, sötét és hideg van a szobában, hadd maradjak, mégiscsak ketten vagyunk, nem? Tehát oda elköszönt, elment és mentetek aludni. Nem, mire én visszaértem, a WC-ről már nem volt ott. Sehol nem volt. Ábel, belepisiltél a Gábor csapjába? Igen. Már nem volt ott, és a pénztárcám se tudott. Igen, ott. Igen. És jössz tovább, Gábor, jössz tovább? Igen. Én megyek át innen Békéscsavára, jó, és akkor onnan Szolnokra, és úgy haza. Figyelj, csak mondom egyébként, hogy Gábor azok közé, a rajongóink közé tartozik, akik következetesen nem fogadnak már el ajándékokat. Ajándékokat. Nem, ő már nem engedi, igen, hogy kapjunk, adjunk segít valamit. A jobbod Ábeltől. Ő azt mondja, nem azért jön. Ő nem azért jön, ő be van már tárazva, és mindig természetesen átengedi másnak a lehetőséget. Jó, de ha lesz valami új ajándék, abból egyet kapsz majd, jó? Igen, hát én tavaly Szexárdon kértem egy ajándékcsomagot. Azóta nem kaptam meg. Hát azt megkaptam? Nem, azt ott helyszínen megkaptam. Kitől? Melyikünktől? Egy hostess lány hozta oda. Ja? Nem, az én voltam, csak még hosszú volt a haja. Nagyon régóta követ már minket, Gábor. Abból egyedül a bögrét tartottam meg, és a többit eldobtam az első kukába. Így van. Keresem egy szelektívet. Mi a francnak kell a nyakbalkasztót? Nem, az egyik akkori kolléganőmnek adtam egy nyakbalkasztót, a másik haveromnak egy csipot, és akkor... Rendes vagy, nagyon rendes vagy. Na jó, hát akkor holnap újra találkozunk. Remélhetőleg, ha a vasút is úgy akar. Hát ha a báv az ugye kiszámíthatatlan. Jó óra alatt ott van. Az kiszámíthatatlan. Még annyit tegyek hozzá, hogy én állandóan szidom a vasutat, és nagyon nagy vasellenes, viszont most meg kell dicsérjem őket, ezt a cirka 900 kilométert egy perc késés nélkül tettük meg. Ezt most nem. Te az, mondjuk, komolyan. Az egyetlen ember vagy az országban, aki ezt mondja. Nem mondod azt komolyan, egy perc késés de nélkül. Ezt most halál komolyan mondom, pedig ahol lehet, belekötök én is a vasútba. Már hobbi szinten. Vigyázz, mert hangodról megismernek. Várjon csak maga, nem az a Gábor. Akkor leszállom. Hallottam én a Balázsékat. Tehát az ő kedvükért is Hegedűs Gábor. Nagyon sok levelet szoktam neki írni. Ez most nem mondod. Írsz levelet? Önkétes rendőrködsz? Én komolyan, nem önkétes rendőrködök, hanem... Mit írsz? Kedves már! Ami jár, az jár. Mit írsz neki? Ami problémát észlelek, tehát hogyha mondjuk a kalauz nem tudja, hogy hol vagyunk, én meg igen. Ezt szerintem elég meg probléma. Szerűen rákérdezed, és most hol vagyunk? Aha. És most? Nem, és például, most, és hogyha most? Valami olyan van, hogy megállunk nyílt pályán, mert mit tudom én, valami van, mint előre kiabálsz a mozdony vezetőre, bár meg, miért állunk, bár meg, bár miért? Akkor megkérdezem, hogy egy vizsgálat, és ha nem tud erre válaszolni nekem, azt akkor szerintem elég meg nem jó. De mi nyílt pályán meg kéne mondani, hogy melyik két állomás között hányas kilométernél, tényleg? Hát, szerintem azért dolgozik ott, hogy ezt a kettőt legalább. Aha. De nem mindegy, kicsit, hogy nyílt pályán egyébként hol vagy? Tehát, hogy le nem szállhatsz úgyse. Igen, nem. Volt már ilyenre is példa, hogy el kellett szállni. De miért akarod tudni, Gábor? Tehát, hogy vizsgáztatod a Kallert?
Hát, hogy tudja. Ebben már nem menjünk bele, mert... De kemény vagy. És ha nem találod ott, akkor oda rohansz? Hát akkor elkezdesz rohanni, amíg nem, megvárom, még ez esetleg arra eszi a jó dolga. Aha. Elnézést, hogy előbb álltunk itt a nyírpályán. Meg tudja mondani, hol álltunk? Hogy hol vagyunk egészen pontosan? Persze, van, GPS koordinátákat kérek ebben a pillanatban. De figyelj, Gábor olyan volt. Gábor, nagyon jó. Gábor olyan volt, majd kinéztél az ablakon, és azt láttad, hogy a Kaller az előző ajtónál leszállt, előre futott a következő ajtóhoz, mert tudta, hogy abban a kocsiban vagy, te is ki akart kerülni. Néha már tapasztalok ilyet a környéken, tehát Miskolc környékén már nagyon ismernek. Hogy és kikerül a Kaller? Kikerül a Kaller? Vagy elmegy mellettem, és inkább hagy. De egyébként... Honnan gyökeredzik ez a gyűlölet? Mi történt? Gyerekkori trauma? Én nem tudom, vannak ilyen alapvető dolgok, amiket elvár az ember, hogy pontos legyen a vonat. A nyitpályán tudja, hol áll, mert... Édesapám fékező volt, és egyszer nem kapta meg az éves ruha pénzt. Jó, az, hogy ne késen, az oké. A nyílt pályát tudni, hogy pontosan most egészen pontosan hol, az kicsit erős, de azért a 900 km egy perc késéssel, azért tegyük hozzá, hogy az gyönyörű eredmény. Jegyzetelsz is, naplózod ezeket? Nem naplózom, hanem útközben mindig figyelem, és akkor nyugtázom a dolgokat, hogy... Hangjegyzeteket készít telefonon. Mi az, hogy figyeled? Mi az, hogy mi jegyzetelsz? Hogy mi nézed? Nem, mert ugye, hogyha jövök A-ból B-be, azért csatlakozási időket figyelni kell. Ja, és fölírod, hogy mikor, hol csatlakoztál. Nem, óriási vagy. Nem, tehát nézem, hogy mondjuk szombat, vagy vasárnap, hogy mentem le szombathelyre, hogy mikorra érünk a keletiből, hogy elérem a csatlakozást. Hát jó, mondjuk az fontos, de mindenhol elérted, és mindenhol pontos volt. Így van, úgyhogy büszke voltam. Írják, hogy a mávos vágó is. Ó, az, egy kicsit igen. Ennek kell lenni. Nyakvakasztó stoppered nincsen, Gábor? Pedig nagyon nagy elérted. Nincs. Azt mondja, Albert írsa, 14:32, 2 perc kés. Már írom is, beírom is. Tisztel. Volt már olyan, hogy válaszolta már? Vagy hogy írták, késtek, és mondjuk visszautaltak valami pénzt, vagy azt mondja, hogy igen, Gábor, mi is tudjuk, elnézést kérünk, visszaadjuk a menet jegy felét, vagy mit tudom én, volt ilyen? Én most az a bunkó paraszt vagyok, aki oda megy és visszakéri a pénzt, hogyha jogos. De visszaadják? Tehát Kötelező, hogyha jogos a panasz, akkor kötelező. Aha, hány perc után fizetnek? Hány perc késés után? 30 és 60 perc között jár 25%, 30 és 120-119 perc között jár 25%. 119 percet, ha késik, akkor 25%-át kapom vissza a jegynek. Milyen, ha 119 két órát késik. Méltányos, mi? Két órát késik a vonat, és 25%-ot kapok vissza. És írok egy levelet a mámnak én is. Ezt Gábortól tudom. Két óra felett pedig 50%. Hát de az se túl baráti. Mindegy, milyen vonatnál. Aha. Hát a személyvonat az nem fizet. Mi a megszólítás a levelekben, Gábor? Már a Gábornak, amikor már amikor ő ír a Mávnak. Mr. Máv, vagy Mrs. Máv, vagy... Tisztelt hölgyem, uram! Tisztelt hölgyem, uram, kedves Máv! Így van. Igen, megint én! Te ilyen tényi vagy, a nagy feljelentő. Te vagy a Máv tényije egyébként, a nagy feljelentő. De jó, de teljesen jogos egyébként, hát amit csak csinál. Csak hogyha mondjuk nincs fűtés a vonaton, az se kéne elmes azért hosszú távon. Jó, de nyáron meg fűtenek. Hát ugyanúgy, hogy a BKV-k fordítva csinálják, ugye, hát télen megy a hűtés, nyáron meg kicsit alát fűtenek. Szedd össze a meleget nyáron is, vidd magaddal télire. Próbáltam, már nem jött össze. És hogy veszed észre, hogy nyílt pályán lassítasz meg, azonnal felkapod a fejed észlelet, beleszimatolsz a levegőn, mint egy kis vadászkutya, és előkapod a jegyzeteidet, vagy rohansz a Kallerhoz? Hát nem feltétlenül, mert én hál' Istennek nagyon jól alszok vonaton, tehát tegnapi Zalaegerszegtől Pestig végigaludtam. Na és mi van, ha megálltatok nyílt pályán közben? Hát azt nem vettem. Szólsz a társak, hogy ha nyílt pályán állunk, ébreszem föl, mert fel kell jönnem. Torneki Jóska alszik! Hozzuk be a késést! Ha meg is álltunk, az menetidőben nem jelentkezett, úgyhogy az nem probléma. Jó, írja azért, Marci, hogy inkább olvassál, az lehet, hogy hasznosabb. Tehát, hogy felütsz egy könyvet, és lehet, hogy olvasol, az lehet, hogy egy kicsit jobb neked is, meg jobb a Mávnak is. Megragadom a dolgot, olvasni nem tudok, mert gyengélátó vagyok. Akkor hallgass zenét, lehet, hogy ez megnyugtat. Arra szoktam elaludni. Arra szoktál elaludni. Csak így, amikor hosszabb ideig állunk, arra azért felfigyel az ember, még jó, alvás közül is. Jó, még álltok másfél-két órát, azt megértem, hogy ezt fejezzük. Hát, én egy-két percről van szó, hát ez lehet egy vörös jelző miatt, vagy akármi miatt. Aha, de nem vagy szintévesztő, tehát a rövidlátó vagy, de nem szintévesztő, veled nem szórakozik a Máv, értem. Igen. Lányok, a hátad mögött, Gábor, hátad mögött honnan érkeztek? Nagyon. Ott, jó helyen vagy. Ja, közelebb mész. Ja, értem, közelebb mész egy kicsit. Kutyás játékra megvan már a jelentkezőnk közben egyébként? Miért őket akarod? Ne, csak kérdeztem, hogy van-e bekészített egy játék. Hello! Sziasztok! Gábor sztoriá, most sajogtatok itt nagyon, lányok, közben. Igen, vicces volt. Honnan jöttetek? Hát Szegeden vagyunk egyetemisták, de én amúgy Vajdaságból. Vajdaságból? Ó, hát nagyon szépen köszönjük, de nyilván az egyetem miatt vagy tanultok? Biológiát tanulunk. Kutatóbiológia. Uh-huh. Kutatóbiológia? Hoppácska. Az mit jelent? Hogy mi lesz? A kutatók lesztek? Hát igen. Hogy összeraktam?
Na, óriási vagy. Ugye? A kutatóbiológiából azért ezt... Én annyira elvesztettem a felénél a fonalat. De te megfejtetted. De összeraktam, igen. Na jó van, csak meddig maradtok? Hát egy órát körülbelül. Még két év és diplomázunk. Egy órácskát. Jól van, oké. Azt írják, hogy írják Gábor, hogy ez az ember összekeveri az ávót és a mávót. Figyeljétek meg, egyszer nekünk. Majd, hogy ezt így folytatja tovább, akkor Miskolcon lesz majd egy saját szobra, az utas. Az utas. Ilyen messzibe révedő tekintettel. Oké, mit akartál mondani még? Még azt hozzátenném, hogy én a Volánnal is ilyen kritikus vagyok. Jaj, szegény. Ne kezd el, Gábor, De jó, hogy rólunk még egyébként nem írsz levelet. A Bali megint elkezett 6 óra 12 perckor kezdték. Bali 6 óra 18-kor még nem volt sehol, lecsukódott az ablak. Itt állok a szálloda előtt, 6 óra 11 van. Bali még nem lépett ki a szállodából. Ezt jeleznem kell a tulajdonosoknak. Jó, Andynek még nem írtál levelet. A tulajdonos még nem írtál. Jó, hánykor vagy? Jó. Minket nem ér módszerolni. Jó? Mi veled vagyunk. De most már értjük, hogy miért nem két ágyas szobákba alszunk. Jó, egyébként megértem, hogy miért nem együtt mentek. Oké, na. Azt mondja, hogy játszunk akkor egy jó kis kutyás játékot, Miss Forestot szólaltassuk. Meg csak egy mondat erejéig, aztán már a hírek után, hogy ne csúszunk át. Mr. Forestó itt hagyott bennünket. Hát így nagyon van. Szomorúak vagyunk. Nagyon szomorúak. Hogy volt Mrs. Igen. Forestó Herr Lady? Mr. Forestó úr helyett most Miss Forestó Lady van. Hogyan éled meg, hogy ezt a nagyszerű embert kell ma pótolnod? Hát, igyekszem megpróbálkozni ezzel a feladattal, úgyhogy... Tudjuk, mit csinál? Tudjuk, amiért nem jött? Milyen dolga akad? Dolgozik. Ó, édesem. Nem, újabb kulacs hordák támadtak meg az országot, bírről érkeznek, igen. És átmásztak a kerítést. Miss Forestról tudni kell, hogy lepróbálta a pályát, négy kézzel bereszkedve, talán vasárnap vagy hétfő reggel megnézte az agility pályánkat, végigment, fújta magának a sípot, lemérte a másodpercet. Így van. És ő az egyik szponzor egyébként, ugye, a kitelepülés, de ő lejött és végigment, és lepróbálta az agility. Egyik mozog a játékkal, fújja a sípot. Elképesztően lelkes. Mi külön kigyakoroltuk a 3-2 egy síp indítási módszert. Fújásra? Nem, ez lesz az első módszer. Úristen, aha, az első fújása. A szüzesség elvesztése. Először fújsz. Figyelj, és Mr. Forestó hallgatja most az adást, és csapkodni fogja az íróasztalát, hogy lehetett így fújni? Biztos vagyok benne. Remélem. Bízom benne, hogy hallgatja. Mondott valami itinert, hogy mit csinálja? Ellátott tanácsok a mesére? Gondoltam, ő az a típus, aki úgy hagy itt, hogy elmondja, hogy mit kell egészen pontosan csinálni. Volt átadás átvétel, odaadta a parancsoki sípot egy blüss párnán? Személyes átadás átvétel nem volt. De várjál, hát ez nem is az a síp. Elvitte Mr. Forestó úr hát a saját sípet nem adja oda. Hát az a adja mások szájába a lovagi sípja volt. Igen. Oké, na ha megvannak a játékosok, akkor játszunk egyet. Jó, a hírek után 100 000 forint a tét, ugye végig kell menni egy pályán. Nagyon hálás volt tegnap előtt, mert hogy szakadó elsőben négy kéz lábkutya jelmezben. Viszont most itt van Viki, úgyhogy megmutatom neki ezt a kutyajelmezt. Nagyon jó. Én azt hittem, tegnap hazavitted. Nem, mondtam, hogy én a hét után ezt magamra ölteném, ebben én látok fantáziát. Hát nem, de... Ránéztem ő kevésbé, de majd... Keresem az arcát Vikinek. Szerintem ebben van fantázia. Na jövünk mindjárt, jó? Pontosan 7:30, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek el nekünk. Jó, hogy tudjuk mondani, mi helyzet az utakon, mi pedig itt vagyunk. Mindjárt 7:30 pontosan. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Háromnegyed 8 lesz, pontosan 5 perc múlva. Gyerekek, tényleg állt az eső? Vagy csak ennyi? Hát micsoda! Szét elüldöztük a felhőket. Jó, végülis 2,5 napja szakadt, tehát belefér, hogy most kapunk pár óra kegyelmet egyébként. Ez abszolút belefér. Két kamion karambolozott az M5-ös autópályán Kecskemét után a 93-as kilométernél. A sérült járművek a belső és a leálló sávot is elfoglalják, a külső sávon lépésbe haladnak a járművek. Hol van az a két nagyon helyes idősebb hölgy, aki itt állt az első sorban, és nagyon nevettek mindenem? Ott vannak! Van. Hello, jó reggel! Ott a Feri, ne gyere ide vissza a sorba! Jövök, drágám! Ti olyan jól szórakoztok itt az első sorban, hol a barátnőd? Itt van ő is! Hello, jó reggel! Hogy hívnak? Az a baj, hogy nagyon meg vagyunk fagyva. Én már mozgok, de... Hát táncoljál! Mozogjál, az jó? Nincs kivel! Drágám! La. Hogy hívnak? Mi a neved? Csak úgy, Icu vagyok! Ó, Icukám, hát tudtam én, hogy ez jó lesz. És a másik... Kati! Icu és Kati. Barátnők? Igen, nászasszonyok.
meg barát. Na, a gyengébek kezér mondjuk el, hogy a nászasszony mit jár. Tessék, te jössz. Nászasszony. Az én fiam vette el az ő lányát. Ilyen jóba lettetek? Igen. Azt hittem azt, hogy az én fiam vette el őt, mert az mondom az erős. Az ő lányát. Az ő lányát. Wow, igen, és nagy szerelem. Igen. És akkor ti meg barátnők lettetek. Igen. De jó. És két csodálatos unokánk van. A Becsárját. A Szavanna és a Ronin. Szavanna. Szavanna és aha. Jó. Szavanna. Jó. Szavanna, az, Kovács tehát, hogy Kovács Szavanna, vagy hogy Horváth Szavanna. Szalai. Szalai. Szalai, az úgy szépen alliterál, az gyönyörű. Szalai Szavanna. De szépen. Szegeden Szalai Szavanna. Ha nekem egyszer unokáim lesznek, az egyiket Tajgának fogják hívni, a másikat Ninjának. Nem, az egyiket Tajgának, a másikat Tundrának. És hogy hívják a másikat? Szavanna és? Ronin. Ronin. Mert ő gazdátlan szamuráj, ezek szerint, mert hogy a Ronin az... A Szavanna női? Igen, igen, igen. Aha, a Szavanna női. Na jó, és jöttetek bennünket megnézni. Igen, 4 órakor fölkeltem direkt azért, hogy itt lehessek, és megnézelek benneteket. Na, na és milyen vagyok? Nagy. Erre kell nézni. Szavakat. Itt van ő az. Te, Icu, te vagy az Icu zöldszent? Te vagy az Icu. Icu. Kati, na és jó, jó itt? Jó? Nagyon. Igen? Nagyon. Állandóan benneteket hallgatunk, és nagyon sok jó számotok van. De figyelj, és már tegnap így összecsörögtetek, hogy Icukám, akkor megyünk? Ezelőtt. Egy hete megvan a terv, hogy ők jönnek. Meneteket hallgatunk, a Ferit, a Balit, meg őt. Igen. Meg a másik, meg a kicsit. A kicsit. Kicsit szeretitek. A Janit, hogy ne? Na! Egyébként pont itt voltunk Szegeden, emlékeztek? A karácsonyi kitelepülés. Mikor volt a Ferit, a Balázs, meg a kis Józsikát. Az itt volt. Ott voltatok a karácsonyi buliban? Jó egészséget a nénének. Én ott voltam. Itt voltál a karácsonyi bulin? Nyertél is. Így, ahogy mondtam. Mit nyertél? Gyümölcscentrifugát. És mit csináltál vele? Eladtad. Feltettem a batterára. Puskát így ültettem be. Mert használom egyébként, nagyon szuper. Komolyan? De jó. Nem adunk rossz ajándékot. Bizony is tud. Icuka? Én tudom. Icuka? Én ha azt tehát ugye nem tudom nem észrevenni, hogy nyitsz egy bizonyos irányba, egy ilyen nagyon forradalmi irányba, mondjuk így a hajszobrászat tekintetén vagy terén. Hogy igen, mondjuk a Icukák rózsaszín haja. Kicsit nekem egyébként nagyon tetszik, hogy Ábelnek szüksége lenne egy jó fodrászra, mi Ábelünknek. Igen. Jelezte, hogy esetleg meg tudnád adni, vagy tudnátok cserélni számot, vagy... Hát megpróbálom. Én megnyírom, ha gondolja. Icukám, ez tudatos volt? Tudatos volt ez a hajszín, vagy elvesztettél egy fogadást? Nem, ez tudatos. Tudatos volt. A jó. Hát akkor az de nagyon jó, mert hogy a nadrág is rózsaszín, jó, mert és itt a haja is rózsaszín. Mert ez együtt nagyon cuki egyébként. És hát a virág minta. Igen. És hát a rózsaszín virág minta ott középen. Így, a haj, a még azok a virágok, a nadrág is, igen. Barbie mamának. De jó. Barbie mama. Igen. Aha. És otthon van egy kis Kened akkor. Tényleg, vannak urak? Urak vannak? Már... Hát férjek, urak valahol. Meghalt. Ó, édesem. Szegény. Nekem is így. Ó, hát akkor is jó összejöttetek. Feri, vigasztalj, Léci. Nagyon jó vagyok benne. Tegnap is írtál, amelyik kasomon emlékszem. Jaj, de jó is volt, emlékszem. Csecsre vettél. Nem iszok, nem kávézok, nem pasizok, úgyhogy. Viszont... Na. Viszont... Az a kemény drog. Viszont masszívan LSD-zek, és az nagyon jó. Viszont bingózok ilyen napban. És akkor mit csinálsz? Mi a hobbid? Mi a hobbid? Teázok. Teázol? Így, ahogy és ez milyen te a... Táncolok. Táncolsz? Jársz valamilyen táncklubba? Nem. Otthon, egyedül? Csak úgy szórakozni. Hétvégen. És mit csinálsz? A rumba, csacsa vagy pecsanga? Minden. Jöhet minden. Tényleg? És ilyen társas tánc? Hát lejársz ismerkedni, és akkor ott táncolsz? Ilyen klubokban? Hát csak barátnők meg, szomszédok. Hát ez nagyon cuki. De jó. És Kati, te is? Süt valami apró sütemény. Igen. Így, ahogy mondod. Aztán indul az elektrik bugi. És Kati, te is táncolsz kicsit valami? Igen. Na, mi a specialitás? Bármi. De hogy lejárt, te is ugyanoda? Tehát ugyanoda. Együtt. Aha. Ugyanoda. Egyébként ezt a diszkós zenét szeressük. Táncoltok diszkót is? Igen. Hát nagyon cuki. Nehogy az legyen, hogy most nyomunk egy pontozó rockit. De tök helyesek vagytok egyébként. Egy jó bosszanova. Jöhet. És meddig vagytok itt, Kati? Meddig értek rá? 10 óráig. 10-ig. Ki nem hagyunk egy percet. De játszatok valamit, nincs kedvetek valamit játszani? Egyébként 8:30-ra kell majd mennem dolgozni, de azt mondtam, hogy késni fogok. Jó, hát és ezt a hallják, és ezt összerakják, ne törődj vele. Hát ha hallják, akkor hallják, hogy Icuka éppen most ott van, és elmondta, hogy késni fog, de nem baj. Én a Mizó játékba bedobnám őket. Ah. Nem akarsz fürdeni, Icukám? Valami pakolósba szeretnék jelenteni. Pakolósba? Akkor csináljuk már meg velük az Opelját. Hát pakoljatok az Opelba bele, sokkal.
ez a kutyás is jó lett volna, mert négy kézlábra állni, ez nekem nagyon megy. Egy jó forestó nyakör. Van otthon kis állat? Van otthon kutyus? Van otthon kutyus? Van, kettő. Kettő? Na, azoknak jó lett volna a forestó nyakör. Igen. Ilyen picikék. Akkor azok nem nagyon mennek utcára, mert Kullancs és Bolha ellen mi nagyon jók vagyunk most éppen. És hogy hívják a két kicsit? Kullancs és Bolha. Hogy hívják őket? Vendolin. Vendolin. Miért gondoltam, hogy a Szavanna után nem Sanyikának hívják után a kutyát? Tehát a Ronin és Szavanna után gondoltam, nem Sanyika. Vendolin és Parsifal. Parsifal, Parsifal, gyere már vissza, rohadjál! És milyen kutyák, Kicukám, milyen kutyák ezek? Hát ez a, mondjad már, ez a bögös szőmű kis... Palotta pincsét! Megőrülök! Bögös szőmű! Bögös szőmű, hát így jár ki, mint a bögőinek! Megőrülök! Bögös szőmű, bögös szőmű! Életemben nem hallottam ezt! Nagyon nagy! De a kocuki ilyen kis picike, aranyos! Bögös szőmű! Katikám, neked is van valami? Nincs kutyám! De valami más? Más. Nincs háziállat. Nincs. Nincsen semmi kesely horpaszú. Egyébként macskám is van egy. Ne csinálj. Pokorolt macska, igen. Milyen már macska? Elkoborolt valakitől. Aha. És ott van nálam 3 éve, és azzal is alsz. És azóta akar hazamenni szegény macska. És a macskával alszol, igen, a macska nagyon kaparja az ajtót, nagyon hiányzik neki a gazdája, de nem akarod kiengedni. És amióta a Family Frostos rátolatott, ő is bögös szemű. Jó van, hát akkor te egy nagy állatbarát vagy, nagy állatbarát vagy. De cukik vagy. Nagyon, ez nagyon helyes, igen, nagyon helyes. Igen. Nekem mindenem az unokáim. Te meg unokázol. Hány unoka van, Kati? 6 unoka. 3 gyerektől nem sok. Az egyébként az nem, és akkor valamikor mind a 6-ot megkapod, és akkor mind a 6-ot vannak nálad, vagy részletekben? Nem, hát a Szavanna meg a Roni szőregen vannak. Szavanna meg a Roni nagyon jó. Most már mondani így másik nevét is. Taiga, Tundra, Préri. Attila, Alex Dublinba élnek 13 éve, és a Melissa és a Bennett pedig... Bennett? Na, tényleg? Ő hány éves? 2. Akkor tőlem nyúltátok. Jó, ez megbocsátható, nem baj. Ez igaz. Hát persze, hogy igaz. Hát hogyne. Hát igen? A demográfiai hullám volt. Tetszett a Bennett név, és akkor... Igen, és tőletek nyújtuk. Jó. Van még egy Noel is a gond... És hogy Bebe. Bebe. Nem tudja kimondani. Jó, hát... Majd, abszolút. Jó, maradjatok akkor még jó néha, megszólaltatunk melleteket. Nagyon helyesek voltok. Nagyon aranyosak. Puszi. És nagyon imádunk benneteket, és tudod, mit szeretek? A Balázs. A Feri szőrös mellett. Ezt a fejszem, a Feri. Perfect love. A perfect love-ot. Hát akkor maradjatok itt. Reggeltől estig hallgatom. De akkor maradjatok itt egy dalfelismerő játékra, vagy játszátok ti a dalfelismerő játékot. Ez a 100 000 forintot lehet nyerni. Hm? Van ez a dalfelismerő játékunk, hogy meg kell mondani, hogy éppen mit hallunk, nem jó? Hát inkább pakolunk. De a dalfelismerő jó tudni. Jó, pakoljatok de akkor, hát, jó, akkor az operes játék. Jó dalfelismerő. Hammer Smashed Face Cannibal Corpse, megismerem oda-vissza. De nagy. Igen, Máté Péter zene nélkül mit értek. Jól van, maradjatok, oké, puszi nektek. Megyünk, akkor lejátszunk a kutyás játékot, jó? Szegények egy órája állnak itt kutya jelmezben. Úgy csináljuk, hogy de mindjárt a hírek után tudod. Mennyire jó arcok vannak ma itt. Nagyon, nagyon, nagyon helyesek, igen. Ki a kutyás lány először? Kutyás lány Betty és Timi. Sziasztok. Ki a kutya? Én. Betty. Hello, Betty. Betty, voltál már vala a kutya, vagy voltál kutya jelmezben? Nem, de szerintem jól áll, úgyhogy marad. Én is azt gondolom, hogy egyébként tök jól nézem benne ki. Tehát, hogy úgy, ahogy van ebben a kutya jelmezben, valami jó, valami van. Valami, amitől viszketsz. Igen, 3 nem, darab. Nem, mert van nyakörben. De ezen is segített a Forestó nyakör. Jól van, oké, és akkor hát gondolom, még ilyen agility pályán sem mentél nagyon soha, ugye nyilván, tehát teljesen szürreális lesz. De most kipróbáltam. Már mentél 4 kézláb, kipróbáltad. Most kipróbáltad, tehát előre végig mentél. Egyszer, mégiscsak tudni kell, hogy hol vannak az akadályok, hát, hol van a csapda a pályában. Jó, a kullancsot nem elfelejteni megugatni, vagy mi az, Feri, bolhánk van? Nem, van egy bolhánk, de azt nem is kell bántani, a végén van a kullancs. Az ugatást nagyon szeretnénk hallani. Most ugassak egyet? Nem. Most, persze, próbaugatás. Azt a mindenség! Figyelj, hallgassak, visszaugatok. Jó, ebből lehet még valami. Ebből bármi, szagolgassuk meg egymást. A biztonság kedvéért. Igen, Janinak mindig a lába között van a farka, annyira fél. Annyira megvan ilyen. Megint vagyok. Jézus!
Miért érzem úgy, hogy idefele utam meghaltam, és ez valami nagyon szürreális valóság, ami történik. Oké, okay, indítsuk el akkor az első párt, jó, Bettikém? Hát, akkor rajtkőhöz, Betty. Ritkán mondok ilyet lánynak, de ereszkedj négy kézlábra, jó? És... mondani mondom, na, csak hát, nem csinálja. Hát, ne, mondani ne. Mondom, de a feleségem erre azt válaszol, hogy előbb fürödj meg, tudod. Na, gyeretek is. Bögölj szemükém. Bögölj szemükém, ereszkedjél négy kézlábra aztán hirtelen, és menjél végig azon az ögülüti pályán, ott szépen. Oké, okay, na, meg vagy Bettikém? Betty még megkapja a nyakörvét, meg vagy. Jó, kényelmes? Nem. Azt mondja, nem. Tényleg nyakörv is van, ezt nem is látom. Persze, nyakörv, igen, van egy bolhírt, igen, hát, kullancsírt, Forrest úr rajta. Forrest úr hallgat, nehogy aztán pöröljön. Betty, négy kézlábra. Jó, csináljuk. Egy kis láb. Várjatok. Mennyi eddig a rekord? 50 másodperc? Hogy álltunk? 50? Dehogy is. Mennyi volt? 20-25 alatt valaki végigment. Így azért nagyon szép részidő volt tegnap, igen. 20 vagy 22 valahogy így. Oké, Feri, úgy érzed, akkor... Hát gyerekek, mondjuk Mrs. Forrestó is kemény, mert úgy vágta vissza Betty 15 centivel, hogy az a... Hát ott a rajt van át, nem lehet össze-vissza. Forrestóik tudják, mi az a regula, érted? Ők megrendszabályoznak mindenkit. Na kérem szépen, János, legyél olyan kedves, Mrs. Forrestó lédinek add meg a jelet. 3, 2, 1... Nem volt olyan erős, nem volt olyan erős. Nincs itt a rendes sípunk. Nem volt olyan erős, Betty nagyon fut kutyában. A kullancsnál vagyunk. Az ugatást kérjük, az ugatást nagyon kérjük. Ugat! Visszaugattál. Jó, az, igen. Jó. Jól láttam, hogy ez a kutya négy kézlábra állt? Két lábra állt a kutya, ilyet minden lehet? Kutyánk, hát ja, jó, minden kutyánk, jó. Cirkuszi kutya. Most nincsenek esernyők, most átláttuk a pályán egyébként. Gyerekek, nagyon ügyes kutya. Azt szeretném kérni minden szegedítő, függetlenül attól, hogy ezzel nyertek-e vagy sem, még nem tudjuk a másik csapatot. Most indítsuk meg az óriási tapsot, mert 17,7 hát ez nem egy bögőszömű volt? Ez valami nagyon volt. Nagyon jó. Mész még egy kör? Menjek. Betikém, persze kifejezetten élvezed ezt a játékot. Azt látom, eddig az összes játékosunk úgy végigment, hogy igen, már szakadó esőben négy kézláb a pocsijában, de hogy kevesebb mosoly volt az arcukon, neked ez nagyon tetszett? Hát igen, igen. Őszintén igen. Jól van. Főleg így, hogy ilyen jó eredményt elértünk. Oké, hát a másik párnak fel kell kötni a gatyát. Ugye aki gyorsabb a 100 000-et nyer, illetve a legjobb időt futó, az ugye hétvégén dől el, vagy pénteken ők mennek egy nagyon klassz kis a Bakonyba. A Bakonyba, így van. Oké. Na, menjünk akkor? Mehetünk, Dia és Gábor a másik páros. Gáborra fölteszünk a nyakörvet, Dia, ti jártok? Igen, járunk. És most büszke vagy a hapsidra, hogy négy kézláb fog egy téren mászkálni kutyajelmezben? Ő szerette volna ezt a játékot. Komolyan? Hogy hívják a pasidat? Gábor. Gábor, Gábor, erre tényleg te kifejezetten ezt szeretted volna, hogy hagyd legyél kutya? Hát pont nem, de... Ja, értem, szóval az asszony rászólt, hogy ja, már pedig igen, te a kutya leszel. Ezt kell a pénz hűtőre. Ezt te ma szeretni fogod. A mitos maradtuk volna be a diát. Ezt te ma szeretni fogod, utazni akarok, el akarok menni török. Törökbe. Oké, mióta vagytok együtt egyébként? 3 éve. 3 éve. Hmm. És ez most a vége, úgy érzed? Ez most egy mély pont. Igen. Nem, hidd, hogy ez a kutyajelmez az áttör bennetek valamit. Az megfogott szeretni. Első év a szerelem, a második már ott már ébredezel, ott már érzed, hogy itt már valami van, valami nem is, és a harmadikra már véged van. De ez egy közös fordulópont az életedekben, hogy kutyajelmezbe mész. Oké, Gábor, menjél négy kézlába, akkor jó, elég jó a részidő, amit meg kell futni. 100 000 forint a tét, a kullancsotból hát nem elfelejteni megijedni, és ügyesen végigmenni a Ögiliti pályán. Ögiliti? Ögiliti. Ahogy a kis bögöny szemüvel is végig mennének icukáék, ha itt lenne a bögöny szemű. Próbaugatás. Lesek egy próbaugatás. Kérlek, nem mondod, hogy válaszoltál. Vissza, hát érted. Érzem, hogy domináns hím van a közel. Ezt le kell ugatni azonnal. Tehát, igen, azonnal tudni kell, hogy ki a főnök. Oké, okay, indulhatunk. János, indítsd el gyorsan, jó? 3, 2, 1. Miss Forrestó. Oh! A célosodik. Két vízlet nem fújta így a sípot a Titanicba, hogy megfújta a sípot. Ugatás jön, Gábor! Nagyon jó. Hát ez egy elég nyeszlet kisugatás volt. De ez lehet, hogy rekord lesz. Figyelj, az a kutya... Ugord át az utolsó, most állítsd. Figyelj, meg. Az nem baj, hogy ez a kutya az konkrétan szaladt. Tegnap is így játszottuk, mert az ernyőktől nem nagyon láttam. Ennyire szaladtak tegnap is a kutyák, Az elején agilitizel végig a izéke és alagutakon, ugat, jó. És utána föl lehet állni. És félúton megsérül a kis melső mancsa mindegyiknek. Igen, és négy kézláb nyomják végig. Használnak a kiszórt házasszögek, amiket reggel ledobtuk. De észreveszitek egyébként, hogy megyünk előre a rócson
fejlődnek a játékosok? Tehát megtanulják, hogy kell a játékot játszani. Ez majdnem, nem tudom, ilyen 40 másodperc volt, nem tudom, hogy az első körben. Aha, 13,8. Azt mondom, hogy most meg már 13 másodperc. Ott esősek voltak a macska kövek, itt meg már felszáradt. Nem volt fönn a szliggumi. Az volt a baj, hogy száraz gumi volt fönn tegnap, igen. Na jól van, mennyi? 13? 13 egész, nem is tudom mennyi volt, 60? Na pedig, igen, 13. Betéknek én nagyon drukkoltam, mert ők nagyon élvezték. Gábor ezt sanyarú sorsuként csinálta végig. Gábor, gratulálunk! Köszönöm szépen. Nem nyertél még soha itt 100 000 forintot magatoknak. Ilyen könnyen még nem. Ilyen könnyen még és nem. És akkor most díja nélkül mész nyaralni. Hát most itt marad, igen. Igen. Mi lesz a sorsa? Tényleg már foglaltam is a hétvégére, Bakonyi útra. Az egyébként meg lehet. Mi lesz, mi lesz a sorsa? Mit terveztetek? 100 000 forint? Mit csináltok? Hát ha megkapjuk, vagy megyünk az IKEA-ba mindjárt, aztán elköltjük. Na jó. Köszönjük szépen. Így van. Maradtuk 10, de hogy maradunk. Köszönjük szépen. 9-kor nyit. De milyen jól mondta, ha megkapjuk. Tehát ő azért van egy ilyen kis, tudod, egy ilyen kis kétkedés, ha megkapjuk. Hát ha ide ér, ha nem. Megkapjátok nem most, de küldjük minél előbb, jó? Köszi a játékot. Most költöztetek össze? Azért kell a bútor? Nem. Már egy ideje, csak most pont alakítások van. Na és hogy megy így 3 év csak után? Csak te egy éve földön alszol. Megyeget. Megyeget? Esküvő volt már? Nem volt még. Nem? És? Szeretnétek? Nem tudom, még ez még a jövő kérdése. Aja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 j
látod, látod kutyajelmezben a párod, picit elbizonytalan, tehát és kell ez nekem? Nem, jó lesz ez. Jó lesz az? Majd. Jól van, ügyesek legyetek, gratulálunk és drukkolunk, jó? No kérem szépen, jár a másik csapatnak is egy ilyen forrestos ajándék, úgyhogy ezt átadjuk, és akkor a pénz meg a tiétek. Nem tudom, hogy vagytok vele, nekem azért kicsit Mr. Foresto hiányzott. Hát, Miss Foresto nagyon jól fújta a sipot, azért így, hogy nincs itt Mr. Foresto, mintha valami zavar lett volna az erőben. Én nekem nagyon hiányzott. Elvitte a varázssípját Mr. Foresto. Kell, hogy itt legyen holnap Mr. Foresto, mert hát nélküle nem igazi ez a játék. Nem tudjuk, hogy mi volt az utolsó mondat, hogy aztán ne elfelejts, hogy ki a góré. Nem aztán jobban fújni a sípot, mint én. Igen. Nekem ő kicsit hiányzik. Na jól van. Oké, van még két játékunk, akkor az egyik játékra ugye megvannak már a jelentkezők, legalábbis az egyik pár, tehát icukáikat nem hagyhatjuk pakolás nélkül. Tehát icukáiknak ma pakolni kell, azt látom, hogy az szenzációs lesz, hogy birkoznak a síléccel meg az állólámpával, az nagyon nagy műsor lesz, de lehet még jelentkezni a játékunkra, jó? Mert megyünk tovább, és mit játszottunk tegnap 9 óra után? Hát egy játékot. Mizó volt 9 akkor most után. A Mizóval most folytatjuk. Most van a Mizó, és akkor utána legyen az Opel, jó? Így van. Szegeden vagyunk, ha valaki esetleg nem tudná, mondom azoknak, akik még szeretnének kilátogatni, hogy a Rejök Palota előtt vertük föl az üvegstúdiót, és elállt az eső. Sőt, azt is mondhatnám, hogy melegedik nincs. Az időjárás. Hát az nincsen még, de... Fogalmam sincs, mert egyszer sem hagytam el az üvegstúdiót, de Ferenc azt mondja, hogy nincs rossz idő. Aha, nem? Ők ott hátul miért olyan távolság tartok? Tényleg, ők hátul miért állnak? Mi nem jöttök egy kicsit közelebb? Nem mertek rájönni persze, a pályára. Semmi gond nincs, mert vagy... egy jobbikos tüntetése jöttünk 11-től. Igen, mi a lejárt területfoglalási engedély miatt jöttünk az önkormányzatban. Siettek valahova? Nem, csak ugye a játék miatt elég. Akkor gyertek. Jó, gyertek, jó, nyugodtan, bátran. Gyertek most már nyugodtan közelebb, de nagyon távolságtartóan megválták. Meg nagyon helyesen. A lovas úr is, aki huszárnak öltözött. Igen. Ott egy helyes kékblézeres hölgy is kecsül errefelé, csak egy mondat erejéig szólaltas már meg. Elmegy, vagy hozzánk jött, vagy csak átmegy a téren. Kezi csokolom. Hozzánk tetszik, vagy csak át a téren? Nem, ide jöttünk. Icukáikat tetszett hallani, és akkor mozgósítottuk az energiákat, ugye? Tetszik minket hallgatni? Igen. Nagyon helyes. Jól van, van még kiadó játékunkra hely. Hello. Szia. Ki az úriember? A fia vagyok. A fia. És kihoztad a mamát. Ilyen nagy fiad van, Balázs. Orosházáról jöttünk. Honnan? Orosházáról. Orosháza. Ott szereztem meg a jogosítványomat. Istenem, de szép. Két disznóba került. Na, az tök mindegy, nem azt mondtam, hogy mennyivel szereztem. Ott 3 évre adják. Ott 3 évre adják, az profi. Orosházáról csak miattunk, vagy egyébként most Szegeden van elintézve? Nem. Tényleg? Jó. Igen. Jaj, de aranyos tetszik lenni. Még mindig dübörög a baromfi virsli? Nem. Ja, ő ott. Igen? Na. Ott dolgozol? Komolyan? Mi van benne? Sok minden. Csupa jó, és egészséges, és finom. Tényleg jó. Na jó, hát köszönjük akkor, hogy Orosházáról is jöttetek. Egy perc, pontosan 8 óra jövünk a játékkal. Ha friss közlekedési híretek van, ahogy szoktam mondani, ezért azt küldjetek nekünk. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék!
8 óra után vagyunk, 15 perccel, jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk, egy-két SMS, néhány hozzászólás, Szeged a helyszín, ugye holnap megyünk Békés Csabára, nyugodjon meg mindenki, nyitjuk az esőt, ha eddig nem esett Békés Csabá, holnap fog, mert ahova mi megyünk, ott eső van, bár azért ne panaszkodjunk, mert egészen jó idő lett, elállt az eső, miután esett egy 4-6 centit, meghaladta az éves átlagot, az, hogy ki este magából szépen, és ugye még két helyszínünk van, Békés Csaba, Szolnok, Békés Csaba, Csaba Center, valamint Szolnok, Hild János tér, ugye ott vagyunk, holnap, holnap után. Most holnap pedig a Rök palotánál vagyunk, mert ezt jelezték nekünk, ugye mi lebetűztük Rööknek, természetesen azok kedvéért, hogy rákeresnének. Így van. Sima Rök? Rök. 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 Így van, most ebben az esetben ilyen Rökhöz kötöttek. Jó, és ilyen. Elnézést kérek azoktól a kerékpárosoktól, tényleg itt akiket félrelöktél. Igen, kabátot, lerúgtál, kabátot cserélni mentem, mert hideg van. Nem is mondták, hogy anyjukat, ezek is ide tudtak kitelepülni. Igen, ez volt a reakció. Na, jó van. Aztán mondtam, hogy itt körbe eltetszenek tudni menni. Ha egy bringer számára egyébként kihívás, hogy ekkora teret mondjuk itt körbe karikázni, átlagolni, azt gondolom, hogy ott azért még kellene egy kicsit építeni a fizikumot. Jó SMS-ek jönnek közben. Ábel, zsugázzál már valamit, elviszlek horgászni akkor. Finom üzenet, ha valamit összezsugázik itt, akkor elviszik horgászni. Én mondtam neki, hogy összehozzuk akkor ezt a Békés Csabai ottalvást, de azt mondja, hogy ő valamiért inkább felmenne. Mert hogy már valaki megígérte neki. Pestre? Igen. Ha menjen. Hát menjen, 5000-et a zsebbet. Azt hiszem, hogy elérted, azt mondta, hogy valami fehér mergás ígérte neki, hogy elviszi. Én annyit ígértem neki, hogy jön egy hetet, hogy valamelyik játékra. És fehér merge vagy? Rám gondoltál? Hogy valamelyik játékban, mit tudom, játszott majd valamelyik, lehet egy kutya, vagy dobhat, vagy valami, nem biztos, hogy ő nyer, ugye nyilván csak valamelyikbe benevezhet majd Békés Csabán, vagy Szolnokon, még ennyit megérdemel. Hát Gáborral meg tudják csinálni a kutyás bulit ketten. Aha, akár bármit, valamit azért adjunk, hát is egy hetet gyerekek, azért ez két domináns hím. Összeneveszenek mi? Két bulterier, hogy csinál, mi lesz ebből. Na, azt mondja, Egyesült Tatabánya belterületén a Szabadság térnél két teherautó ütközött össze, és még egy SMS, de szeretlek benneteket, kicsit sárgulok, hogy nem tehettem meg azt, amit Ábel, minden helyszínen jelen lenni. Hát igen, ezt nyugtasson meg a tudat, azért ez valóban nagyon kevesen teszik meg. De okay. Inkább örülj annak, hogy nem olyan a hajad, mint Ábelnek. Továbbra is keressük egyébként azt a vállalkozó szellemű fodrászt, aki rendbe tenni Ábelnek a frizuráját. Igen, olcsó, diszkont áron, igen. Na, hát gyerekek, én kíváncsiak vagyok kicukáikra, hogy pakolnak, mert ugye változtattunk, ugye azt ígértük, hogy a Mizos játékkal megyünk tovább, de Opeles játékunk jön, úgyhogy pakolás, ugye ez arról szól, hogy egy perc alatt kell, illetve egy percen belül minél gyorsabban kell bepakolni az Opelba. És hát... Icukáiknak a lábbalnyitást azt külön szeretni fogom, ugye mert hogy lábbal kell kinyitni a csomagtartót. Jövök, drágáim, itt vagy. Ó, figyelj, icukáik más startra készen. Itt állnak. Megkészültek? Katikám, tudjátok, hogy nyílik az autó? Igen, tudom. Mit mondtak? És már mutatjuk. Mit mondtak, hogy nyílik? Így. Így. Lábbal. De ezt érted, hogy működik? Persze, hogy értem. Jó, rendben van, lecsukás is megy? Az is megy, beindítás is megy, remélem. Automata a járgány. Igen, automata. Már kipróbáltam. Ja, már beültél? Beültem, csak igen. Úgy önszorgalomból ezt így letesztelgetted itt a hírek alatt? Ja, nincs hát az igen, a baj, helye, jól tetted. Igen. Jól tetted, tehát annyi, hogy nincs kuplung, erősen a fékre, és akkor úgy indul. Így van. Jól van. Jó. Oké, mi a munkamegosztás? Mindenki pakol mindent? Én pakolok. Jó, de Icuka mit csinál? Kinyitja az ajtót, és ő is pakolsz. Ja, értem, tehát Icuka kavar lábbal egy kicsit, kinyitja a csomagtartót, te meg addig, Katikám, akkor elkezdesz pakolni. Jó, álló lámpánk is van. Hogy hívtad a síba kancsot, János? Sícsizma. Sícsizma. Sícsizmánk is van, egy pár sícsizmánk. Egész egyszerűen Oscar-díjas volt a sícsizma, és mindent be kell rakni a kocsiba. Ez a lényeg, jó? Igen. Egy percen belül minél korábban. A leghosszabbakkal annyit azért súghatunk, hogy ezt inkább a csomagtérbe ne, de az utastérbe meg azért hosszabb el tud férni. De ha kilóg az ablakon, az sem baj. Ha letekerítek az ablakot, az állólámpa kilóg, azért az sem baj. És Icuka el is indul le, úgy tudod, hogy kilóg. Icukám, kicsit meg vagy illetődve, édesem. Mi van? Ne, hát ilyet még nem csináltam. Nem pakoltál még autóba? Hát pakoltam, de nem. Nem időre. Na jó. Igen. Úgyhogy közben itt vannak ezek a szigorú műsorvezetők. Igen, az előbb még olyan nagy nevetés volt. Icuka elment a bátorság. Icukának leesett a cukra kicsit. El se kell nagyobb bátorság, mint ez a hajszínhez. Egyébként már fölhívtak telefonon. Na, hogy? Főnökeim, és azt mondták, hogy rátok való tekintetre el vagyok engedve. De hol dolgozol? Hát én egy ilyen virágkötészeti nagykertbe dolgozom. Aha. De jó. A saját gyerekednél? Igen, az igen, jó. Igen. És a saját az gyereked a főnököd? Így van. Milyen durva lett volna, azt mondta, hogy mama, ki vagy rúgva. Hallom, hol vagy? Nem jötték kötni? Ne is gyere, ki vagy rúgva, mama. Miért telefonáltál kincsebb? Most, mint a főnököd?
Főnöke, telefonálok magának. Itt van. Hallom a rádiót, hogy merre van. Hagyjuk ezt a közvetlenkedést. Be kell ámpótolnom. De már. Igen, tovább maradt. Le kell dolgozni. Ha este 10-ig lesz. Ha megkötsz néhány virágot, igen, majd gyorsan, 10 után. Augusztus 20-án akkor benn leszel. Augusztus 20-án is. Na jó, nézzük meg akkor a Dream Team, hogy pakol. Na, nézzük jó? Meg. Nézzük meg akkor, hogy Icuka és Kati, hogy pakol. Egy kis helyet itt hagyjunk. Nagyon-nagyon sok időt lehet spórolni a SUV-nak a kinyitásával, ugye, hogy ügyesen nyitjátok, de majd Feri besegít egy kicsit, ha nagyon nem megy a nyitás. Én már látom az Opel-es kollega arcát, hogy ő feladta ezt az egész. Nem, figyelj, meglátjuk, meglátjuk. Nem, meg nem. Jól bírja még. Az állólámpa pedig adott a kárpitnak az elmúlt két napon, de hát nagyon, nagyon jól bírja. Nagyon igen, jól bírja az autó. Az ajtónak, a hátsó ajtónak a csukásánál ugye célszerű egy gombot használni. Így ugye? Van. Azt jól tudjuk. Már tegnap este kiszedték belőle a hidraulikát, ja, tehát az már simán. Milyen hidraulikát, ha már azt hidraulikának lehetett nevetni, azt utána nem keresztül. Azt tegnap elfüstölt, úgyhogy azt simán láncosra tették, és le kell csak húzni, hogy ne sírjön. Icuka fölvette a térdelő rajtot, ide állt a nyitáshoz. Hát jó, hát ügyesen. Nagyon jó. Érzi már ezt. Ez, amit érez, ez a SUV életérzés. Na jó van. Oké, mehetünk? Nézzük a rajtad a világszeme, fél. Jó, akkor nagyon figyeljük oda, mert 3, 2, 1, tessék! Nézzük a lendíts, legyomassad! Jó, jó, meg van, mehet a pakolás. Csak mondom, hogy a súranon Kati közben úgy elkezdett pakolni, felrántotta a macskakövet is azzal a gyereküléssel. Jó. Tehát ott közben nagyon durván zajlik. Most Nézzük a kinyitott a csomagot. Hajrá, hajrá, hajrá. A közelébe se jön a... De ő nagyon pakol, nem, nagyon nyomjad, Icuka, jó vagy? A sícsizmát már berakta Icuka, azt látom, rettenetesen pakol. Közben a sílécekkel Katika erőlködik egy kicsit, de úgy látom, hogy megvan. Így van, azt jó, jó. Tudjuk, hogy ki fog vezetni, mert jelenleg ott egy síléc. De az biztos, hogy beleül a lécbe majd. Nagyon sok kis nyugdíjasnak kívánunk ilyen. Icuka három csomaggal. Nagyon jó, jó lesz, jó lesz, jó lesz, jó lesz. Icuka egy betyáros hajrával. Másodperceket nyer a csapatnak. Elképesztő Icuka. Jó, még befér gyorsan, így van, be van a sícsizma is. Nem a csomagtartóba tenni. Inkább oda hátra előre. Icuka felkapta az állólámpát, mint egy gomb. Gyere, nyomd meg itt a piros gombot, és aztán menjél, nyomd meg a pirosat, és menjél. És most ülj bele a sílétbe, amit a Katika belerakott az első lépésre. Az állólámpa búrája most úgy néz ki elő, mint egy kinyílt légzsák. És megvagyunk! És ott van, és indul az autó! Nem olyanok voltak, mint két helyes nyugdíjas, aki menekül a lomtalanításról? Ugye? Jó, látták, hogy jó acuc, gyorsan bepakoltak mindent és menekültek. Nagyon jó. Brum, brum. Jó, én elállnék az autó elől. Katikám, szenzációs vagy. Megvagyunk. Jó, és? Figyelj, én azt mondom egyébként, hogy nem vár teljesítmény. Nagyon gyorsak voltak, igen, ügyesek voltak, dicsérjük meg őket. Tényleg jó, jó volt. Igen, találjunk egy pozitív dolog. Szépségdíjas volt a bepakolás. Majd mindjárt mondok egy időt, és leesik az állat, hogy Icuka, ne zárjátok magatokra, nem jó a tiétek. Jaj, beültek, és nem húzzák le az ablakot, az nagyon jó. De nem mozdulnak, így ülnek, azt mondom, meleg van, ez már meg. Kopog be az ablakon, hogy milyen érzés, jó bent ülni? Jó a buli? Milyen a buli? Nagyon, nagyon. Az a Katika azt mondja, hogy nagyon. Katika már vinné az autót. Jó, hát figyeljetek, ez kereken egy perc volt. Ne csináld, az nem rossz. Ez nem rossz. Jó, mert tegnap például elcsúsztunk egy perc fölé, mert... Hát a nyitással ott el voltunk egy kicsit, igen. Igen, így van, Icuka volt az első, aki rendesen nyitott, úgyhogy ügyes vagy. Az ott volt egy betyáros hajrá a végén, amikor egyszerre négy csomagot rakott be Icuka. Jó, hát gyerekek, Icuka elmondta, benne van a lábába a pecsanga, úgyhogy... Ja, érted. Bizonyám, 4000 óra csacsacsa van a lábába, úgyhogy... Na, hogy vagy Icukám? Izgultam nagyon, ki vagyok száradva. Igen? Igen. Olyan vagy, mint a gobi sivatag, de nagyon. De figyelj, viszont tök jó pakoltál, azt láttam. Jaj, három doboz kisbőrön, tök köszönöm, ügyes voltál. Köszönöm. Komolyan mondom. Tényleg olyan itt piheg mellett, mint a egész éjszaka tarantullázott volna. Na jó, van, nézzük a másik párt akkor, jó? Ha van bennetek kegyesség, ha van bennetek emberség, direkt elhúzzátok az időt, hogy Icukáig nyerjenek. Igen, emberség. 100 000 forint a tét. Jó, hát ha esetleg Icukáig nem nyernek, akkor kitalálunk nekik valami. A két egyetemistánk, Bea és Niki, kutatóbiológusok, vagy mik voltatok ti? Igen, azok vagyunk. Lesznek. Leszünk. Most tanulunk az államvizsgára egyébként, úgyhogy már nincs sok. És most tényleg ki akartok nyírni két nyugdíjas? Igen, kezdődik a nyomasztás. Nem áll szándékunkba, de hogyha úgy van, akkor kocs. Hát a 100 000 a 100 000, nem? Uh-huh. A 100 000 a 100 000, igen. Na jól van. Kipakoljuk az autót, és már is kezdhettek. Ti is kipróbáltátok a lábbal nyitást? Igen. Nagyon jó. Jól megy? Jó.
Figyeljetek, hogy ha Icukáik, szerintem, hogyha ha valamin esetleg elvesztik ez a játékot, az az elején ez a nyug, egy kicsit ilyen nagymamás akkurátusság, hogy elkezdtem, mert szépen kezdtek el pakolni be mindent. Micsoda, föltéptem, Katika feltépte a macskakövet, nem láttad. Könnyebb lesz egyébként, mert mi kezdtünk. Ők most már tapasztalták, hogy hogy is kellene csinálni. Igen, tudják, hogy az állólámpa nem fér be a csomagtartóba. Ebben valóban igazad van egyébként. Igen, de szerintem ez lehet, hogy már előtte is sejtették, de megnézték, hogy ti mit hova rakottok. Igen. Na jó, indulhatunk, meg vagytok? Szerintem igen. Kipakoltuk az autót? Kipakoltuk, jó. Oké, na szóljatok na, akkor. Figyeljetek akkor. 3, 2, 1. Na kérem szépen, nagyon jó. Beának nem na. Nyílik. Icuka nem akár, megvan. Hogy nyitotta az ajtót, van, megvan, jobban, megvan. Sikerült, jobban sikerült, mint alakul, Beának. Alakul. Jó? Igen. Ezt a hasonlatot már tegnap elmondtuk, a lányok tényleg olyanok, hogy mindenki, akik úgy csekkolnak ki, hogy nem fizették ki a számlát, és nagyon gyorsan kell elhagyni a szállodát, benn van a síléc. Engem is bedobhattok, lányok, a csomagtartóba. Jani, ha hosszú lesz az út. Neked benn van a gyerekülés már János. Ja, teljesen jogos. Izofixes, nem fogsz kiesni. Ne aggódjál. Mosok, főzök, takarítok, álomba tutuigatok. Még a lámpa is, be kéne ülni, csajok, be kéne ülni. Jó, jó, az a baj, hogy gyerekek Ferrari-s kerékcserés részidő lesz, azt kell, hogy mondjam. Nincs lecsukva a csomagtartó. Csomagtartó, csomagtartó. Nincs lecsukva a csomagtartó, csajok. Úgy látom, a közönséget felé húzol, Feri, a nyuggerek felé. Várj egy picit. Szeretem, én imádom. Igen. 30 éve belőlük ez. Nagyon fura egyébként, hogy Ferinek a bal cipője miatt nem csukódik az ajtó. Jó, végül is a célközönséged. Jó? Oké. Okay. Elindult okay. Már? Nem. Igen? Nem. Nem. Most. Aha. Hallom. Csak nehogy D-be rak, mert akkor el is indult. Alas, Pépe. Jól van, mennyi volt az idő? Hogy állunk? Hát szerintem erősebb volt, nem? A bepakolás az 37 másodpercnél meg volt. Oh. Igen. Igen, bárhogy próbáltunk csalni és lassítani a lányukat. Én mindent, én odafeküdtem, amit lehetett akadályozni. Bármennyire is támogatjuk a nyugdíjasokat, ezt nem tudjuk sajnos Icukáiknak megadni, pedig hát nagyon-nagyon szeretjük volna. De kitalálunk volna. Valamit, valami szép. Vigasztíjat. Valami szép vigasztíjat, igen. De átmegyek hozzá, hogy felásom a kertet. Na biztos nagyon folyik vagy. Összevágod a fát télire. Nem, találok valami nagyon szép kis vigasztíjat. Csacsacsázzál velük itt egyet a backstage-be. Hát ahogy én csacsacsázok azért, ha én. Megnézném én is. Gratuláljunk a nyerteseknek, akkor csak egy fél mondat erejéig. Tényleg ügyik voltak. Kiszállatok, lányok, nem esik. A lányok azt, figyelj, mindenki beleül az autóba, és nem akar kiszállni. Hát, ez a só életérzés. Igen, igen. Nem akartatok kiszállni, ti sem? Nem volt kulcsunk, azért nem indult el. Igen, nem na. Kell menekülni, jó, még már le is megvan. Vagyunk megnyerik a játékot, még le is csesznek minket. Bea, megvan! Van fodrás, jó. Már csak az államvizsgára kell sikerülni. Arra már nem tudunk segíteni neked, jó? Jó, van. Mondjuk szép. Ügyesek vagy, hogy egy kicsit megjelenültek. Icukáiknak kitalálunk valamit, tényleg, jó? Biztos van ott még, ahol ennyi pénz volt, érted, minden napra egy százas, még egyet csak lehet. Na, ezt, én már, ezt már tudom, hogy a szponzornak szól. Én ezt meg se hallottam. Ismered mi? Ismerem ezt a trükköt. Ismered, persze, olyan nagy lelkűek az Opelnél. Na, na jó, van, meglátjuk majd. Köszönjük, rágák vagytok, jó? Icuka, maradtok még? Maradnak? Még nem keseredtek el nagyon. Maradtok, Icuka, nincs baj. Nem. Oké, oké. Mi oké? Nem. Icuka, sokkal Icuka, szerintem gyerekek, ő sokkos állapotban. Megbeszéltük, leszedem a medgyet is. Na jó, van, jövünk mindjárt. Gyerekek, közben kiderült, hogy van fodrász, csak mondom. Tehát itt megoldunk mindent Szegeden, autóba pakolunk közben, fodrászkodunk. Nem tud kijönni. Itt áll kint szerintem. Igen. Utaztatunk, figyelj, itt van, gyere, hello, jó reggel, ciao. Közben már kapom az infót a színpadon, hogy megérkezett a fodrászunk is. Jó, ide jó firma vagy, hello. Jó reggel. Sziasztok. Hello. Válasz itt egy helyi nyírás. Hozzam ki a széket. A szék nem kell, oda leültetjük az ábe, minek milyen szék? Messze van az üzlet? Hát egy 200 méter körül. Az sem rossz egyébként. Olló fésű, jó napot kívánok, megvagyunk. Ha meglátod azt a fejet, azt mondod, hogy az tök elég. Igen, mert hozzá. Van itt egy srác, okay, van itt egy srác, aki még csak olvasott mennyi rólatok. Mennyi idő, fél óra? Aki eddig önkezűleg vágta a haját. Hol vagy Ábel? Ábel. Hol vagy Ábel? Elbújt egy kapuajban. Ábel. Befeküdt egy kapuajban. Hol vagy? Mert az előbb is dobtak neki az ócsemegét. Mit szeretnél, Ábel? Na. Új szint is akarsz, vagy csak egy festés, ember, hát azt nem tudjuk megcsinálni. Figyelj, látod, nem kicsi a gond. Mióta vagy fodrász?
3 éve körül. Jó, tehát nem ma reggel lettél az, mikor hallgatod a műsort. Akarsz, akkor fodrászkodom. Akkor kifizetünk Ábelnek egy festést, vágást. Festést? Miért kell Ábelt befesteni, gyerekek? Hát azt akarja. Hát de milyen színt? Miért akarsz festést? Barnát. Barnát? Jó, miért ez a természetes? Nem, a barna természetes. Aha. És ezt festetted be? Vagy olyat, mint Icukának. Aha. A Icukai az nagyon pankos. Mondjuk a barnát kértél, és ilyen lett, abból két komponens kimaradt azért. Tehát szóljál a fodrászodnak, hogy ne spórolja ki az anyagot, mert azért ott valami elmaradt. Ábelkém, akkor menj el, hát akkor vendégünk vagy egy fodrászcatra, jó? De megoldjuk mi mindent. Kifizetjük. Jó, mi álljuk neked, jó? Ha van ott egy manikűr, pedikűr, szerintem, mert nyugodj, figyelj mindent. Tehát ami beleférne, szoláriumot, akkor használd ki a szalont. Ha nem birkozol meg vele, akkor megkeressük a közterületeseket, akik itt a sövényeket gondozzák. És akkor mint Dumb és Dumber, amikor flexel vágták a lábát, tudod. Oké, vállalod, akkor drága, megcsinálod? Megcsinálom. Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen. Piros lesz olyat, Balázs fizeti. Én most nyertem tőle 10 rugót egyébként. Ja, az én pénzem, akkor nem. Akkor sem szűköske. Mennyi Szegeden egy normál férfi hajvágás? Most csak az árat márka nélkül, csak egy nagyjából mennyibe kerül? Hát 3000 körül. Hát nagyon és olcsó. Ábel. Nagyon olcsó. Ábel az 6. Jó, hát 6, igen. 6 és fél. Figyelj, Pesten mennyi? 6-7-8 ezer forint már egy férfi fodrászat. Itt most festeni is kell, az is benne igen. Van? Ja, hát majd rászámoljuk. De annyit kérnék, hogyha marad belőle esetleg, akkor a bikini valamra tegyetek már félre egy pár csíkot. Mert nagyon kisfiús vagyok. Kis pasztát szeretnél estére? Én lerántom rólad, megyek be kis Csavára. Na jól van, oké, köszönjük, drága vagy, nagyon jó. Szépen köszönjük. Akkor mehettek, csináljátok meg, ha gondolok. Mi van? Na most ez se jó. Nem. Ez a Újpesten 4000 volt az a frizura. Ha, megérte. Újpesten? Jó helyre jársz. Újpesten 4000? Hát, jó van, hát. Csúnyán levettek. Igen, de valami kéglit ne vegyél. Na jövünk mindjárt 9:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után. Rádió 1-en Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. A Rádió 1-en 8 óra után vagyunk, pontosan 45 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk. Hello srácok, ti vagytok a kedvenceim, az ébresztőm, és akik az ismétléseknek köszönhetően napközben is energiát adnak. Decemberben ott voltam veletek a dombtéren, ma viszont dolgoznom kell, a szívem szakad meg, hogy a napfényvárosában ilyen rossz idő vár benne. Tartsatok ki, maradjatok vidámak, köszönjük, vagytok nekünk. Igen, mert nem esik, de cserébe most a jóisten azt mondta, hogy oké, elveszem Baliéktól az esőt, de ezért ne érezzék olyan jól magukat a szegediek, és ők sem, ezért beküldök egy ilyen mínusz 6 fokosnak tűnő jeges északi szelet balról kicsit, hogyha nincs is eső, akkor azért fújjon. Nem olyan, mint ma van a leghidegebb, de legalább nem esik, nézzük mindig a jó oldalát. A jóistenek van egy ilyen központi irányító terme, rengeteg gomb. És akkor jó, most akkor az esőt kinyom, most nyomjuk egy be nekik, mondjuk, legyen a hideg. Ez a Jani nagyon kis vicces, ez a Bali sokat mosolyog, a Ferin csak egy kis rövid kabáton. Küldjünk nekik egy kis szelet. Olyan jeges északi szél van, hogy... nagyon vidámak, ne legyenek annyira vidámak. Jó, de vigaszoljon a tudat, hogyha tegnap nem lett volna meg a 10 fok, akkor ma simán hozzuk. Tehát, hogy ez a 10 rugód, ez így is úgy is ugrott. Tehát ez tudott, jó, hogy ne legyen ennek nem spór, tegnap hát kellett ez... meglennie, csak ez ma is meg lett volna, nagyon ideg van. Most tartok az összepakolás, nagyon 3500-nél körülbelül. Szerintem 10-ig összepakolok, 10000 forint értékben is meg is vagy. Igen. Ja Istenem, gyerekek, nem sokára mi is kiérünk oda a babámmal. 2 évvel ezelőtt, más 11-én, mikor itt voltatok Szegeden, akkor tudtam meg hajnalban, hogy babánk lesz. Ez, ti is ott voltatok, szóval ez egy csodás nap, ha lesz egy kis időtök a gyerekemet megfogva, hárman összeálltok egy fotó erejéig, sokat jelentem nekem. Gratulálunk neked is, és édesapának is. Hát igen, nagyon sok olyan szülő van, aki kihozta először önmagát még terhesen, aztán kicsi gyerekkel, aztán a gyerek már halljuk, hogy már 3 éves, már 6 éves, tehát olyan dolgokban vagyunk benne, hogy itt közben gyerekek nőnek fel. Van egy ajkai hallgatónk, ugye, tegnap is ott volt egyébként a kitelepülésünk, az Alegerszegen, aki gyakorlatilag velünk együtt nőtt fel. Kis túlzással én karonülő kislányként jött ki, és akkor pár évvel később meg, de aranyos vagy itt a vőlegényen. Két gyereked van. Hát ez a kislány, de helyes, a lányom. De aranyos voltál 23 évvel ezelőtt. Igen. Szóval tényleg, hát velünk együtt öregszik mindenki, illetve mi nem. Igen. Mi nem. Na, viszont vendégünk van, mert aki van egy apropója, aki nem, hogy nem öregszik, hanem a fiatalokat meghazudtoló erővel, fizikummal, és hát mit mondjak? Lendülettel, és nincsenek rá szavak. Nincsenek rá szavak, így van. Kammerer Zoltán a vendégünk. Hello, jó reggel, Zoli, ciao, hello. Sziasztok. Hát mégiscsak apropója van annak, hogy mi itt vagyunk, illetve pontosan nem ezért vagyunk.
vagyunk, de ezeket de Szegeden ugye zajlik, most hétvégén, jól mondom, ugye? Kajakkenu világbajnokság, jól mondom? Kupa. Kupa. Világkupa. Világkupa, világbajnokság lesz jövőre, de nekem azt mondták, hogy miattunk vagytok itt. Tehát, persze. Figyelj, ez kicsit mindenki magára veszik, mi elmegyünk egy városba, akkor mindenki azt mondja, azért jöttek, mert közben költünk nagy világra szóló esemény. Így van, és ne beszéljünk mellé, nem miattatok, miattad jöttünk ki. Rászerveztünk egy ilyen kis álságos kitelepés, mindenféle szponzorok, de nyilván az egésznek az volt a célja, hogy te velünk beszélgethessünk. Igen. Oké. Hát igen, ma kezdődik a világkupa parafutamokkal, ugye az a rokkanfutamok. Elkezdődik ma, holnap, és akkor a édesben viszont péntek, szombat, vasárnap ennek a felnőtt futamok. Én reggel 5.40-kor fölkeltem miattatok. 5.40-kor keltél. Köszönjük még egyszer. Nagyon drága vagy. János beesett a pult alá. De elmentem gyorsan edzeni. 6 órakor már kimoltam a pályán, hogy tudjak evezni. Eláztam először fölülről, aztán alulról, aztán alulról fölülről. És végeztem. De ez így 40 éves korban, hogy az ember elázik alulról, ez remek inkontinencia betétek vannak, de ez már 40 éves korban, ez már simán megtörtént. Miért nem edzettél délután? Vagy utána? Hát délután is fogok edzeni, csak hogyha most, na az a baj, itt van 8, nem baj, ez nagyon jó, itt van 80 ország, 1900 versenyzővel, és mindenki ugye kényelmesen megregelizik 7:00-8:00, és akkor a járatbusszal kijönnek, és én 9:00-10:10-től iszonyat, mint a hangyák, annyi vannak a pályán, és totál reménytelen akkor evezni. De csak ott ordítasz, hogy menjél már, amatőr, itt vagyok! Hát nem mersz ilyet mondani, csak hangosan gondolkozol magad. Gondolod ugyanezt. Leginkább, de gondolsz mindenféle cifra dolgot róla, főleg amikor egy nagy tempót akarsz diktálni magadnak, és éppen nem sikerül, és akkor inkább megcsináltam most, meg délután visszamegyek. Vagy mondjuk a világszígyen, hogy nem megy előtted egy motorcsónak, és nem hajtja szét itt a izét, és akár hadat érve. A kis feltörekvő fiatalságot, igen, balra borul, jobbra borul. Kamerára bizony, mindenki takarodjon ki a partra! Amikor mindenki azt mondja, hogy még mindig itt van. Pont ezt akartam kérdezni, hogy nem is mondtad, hogy Masters-ban indulsz. Tehát, hogy... Nem is mondtad, hogy még így 40 évesen. Te neked mondtam. De figyelj, 40 évesen még az nem akasztja szögre az evezőt? Vagy, én imádom, hogy benned még jelendület van, meg ilyen, hát hogy is mondjam. Hosszú távú szponzori szerződés köti a sportákhoz. De nem, hát azok 6 évvel lejárnak mindegyik. Akkor egy állapot nem egy érdem, de van nálad idősebb versenyző a mezőben, vagy most már rangidős vagy, és te vagy a legidősebb, akár nemzetközi szinten is. Sajnos, jó ideje, én vagyok a legidősebb, de ami nagyon szép és nagyon jó, hogy 22 évvel ezelőtt, mikor megjelentem a piacon, tehát 96-ban, akkor torony meg a sem voltam a legfiatalabb, és évekig én voltam a tehetséges kamera. Aztán egyszer egyik évről a másikra, tehát össze még elmentem pihenni, mint tehetséges kamera, és tavasszal visszajöttem az első verseny, és én voltam az öreg kamera. Csak úgy néztem, hogy mi történt. Tehát... Van olyan, hogy oda megy hozzád valaki a parton, és azt mondja, hogy emlékszál, Zoli, együtt ültünk négyen. Nem, én arra, nekem az a megdöbbent, hogy nagyon sok 60 körüli faszi van a parton, és tudom, hogy egy hőbe ültem, mert itt versenyeztünk annak idején. Csak úgy mutatom a mostani 20 éves fiútnak, a csapatársainak, hogy azzal ültem egy hajóba, és akkor gondoltam, milyen... A bácsival? Az a bácsival. A bácsival ott járókerettel a parton? Milyen hangosan elkezdenek rögni olyankor, és... És a tehetséges fiatal kamerából, ahogy váltottál, és az öreg kamera lett, akkor a tehetséges már elmaradt? Nekem ez egy szívfájdalom, hogy én mindig vagy a nagy tehetség voltam, vagy a nagy öreg. Tehát soha nem voltam azt, hogy ez igen, ez a fiú, ez valami, semmi. Átmenet nélkül. De most akkor indulsz, vagy akkor most nem indulsz? Csak most négy. Múlt héten indultam. Múlt héten indultál. Akkor egy rangsoroló verseny volt ugyanis Szegeden, az ott egyébként 3 hetét edzünk, azóta itt vagyunk. Most a világkupán itt leszek, de nem indulok. Felvezetésedben arra akarok kiukadni, hogy ez a rangsoroló versenynek köszönhetően, amit mondtam, mi volt múlt héten? Igen, hisz tegnap értem el, és most egy kicsit így pihennie kell. Én teljesen hülye vagyok. Félig meddig a rangsoroló köszönhetően. Annyi volt, hogy amelyik versenyszámban én indulok, az nem világkupa futam. Jó, értem, tehát ugye te számod. És az én versenyszámot most nem rendezik, más versenyszámba viszont nem tudtam magam, és nem is akartam nagyon kvalifikálni. Mi a versenyszámod? Tehát mi a K4000 méter. K4000 méter, és az most nem világkupa szám. Tehát... És az most nincs, hogy lesz EB-n, lesz VB, meg lesz a hazai válogatókon. És akkor ilyenkor kihoznak egyfajta kabalaként, vagy a szövi elvárja, hogy azért így menjek ki, és akkor ott úgy legyen. Meghívod a rutinoddal, a mentalitásoddal, az elért eredményeivel, hát ugye tudjuk, hogy hány érem, hány olimpiai bajnok, világbajnoki címe, akkor gondolom, hogy Szövi kéri, hogy akkor gyere, Zolikám, gyere már ki a kicsit a fiatalokat. Ez egy kicsit szomorú, VIP vendégként vagyok jelen. Tehát így múlik el a világ dicsőség. Legalább nagy szendvicsek, nagy italok, nem? Hát igen, és mikor meghívnak a rádió műsorába VIP vendégnek, az már jelent valami. A fiatalok még ugye dübörögnek, mi Janival már csak járunk. Csak itt jövünk. Elég, ha itt vannak, 10 éve így nyomom. Ők a VIP vendégek ebben a műsorban. Dolgozó helyettük. De ott csinálom helyettük a dolgot. De kiváló kosztot kap meg egyébként. És akkor most a fiatalokat nézed, kicsit fájó szívvel drukkolva, de ugye az
egy hálátlan dolog, nem baromira, hogy hát az ember megöregszik, hát mindannyian így vagyunk ezzel, de hogy közben jönnek a tehetséges fiatalok, erősek, gyorsak, fiatalok, hát ez egy baromi nehéz dolog. Majd eltűnnek. És akkor te még mindig ott. Igen. Kívánsz 3 évet, egy újabb generáció tűnik el, aztán jössz te megint. Nem válja a szívem, te pont ez az, hogy ahogy öregszem, egyre inkább örömmel szeretettel gondolok vissza arra az időszakra, meg arra az elmúlt 20-valány évre, 31. szezon egyébként, de 23. versenyszezon felnőttben. Tehát inkább hálás vagyok, hogy mennyire jó, hogy ilyen sokáig megnyújtottam, és ilyen sok dolgot megéltem. Bár mindig azt mondom, hogy milyen jó lenne, ha ez az egy év még jól sikerülne. Tavaly is azt mondtam 17-ben, hogy még egyszer hadd jöjjek ki egy öltözőből, egy világbajnoki döntő előtt, után még egyszer, még egyszer, még egyszer. Egy női öltözőből, úgyhogy nem vesznek észre. Nem látja senki a kis tukó, hadd nézzek be. Tehát ilyenek is, és most megint az van, hogy még egyszer, de jól lenne átélni ezt meg azt, aztán... De olyan van, hogy állsz így a parton, és így kiabálsz befelé, hogy ez csapás szám, mi ez, hogy le, ne húzzad, ne tolj ezt a hülyét. Nekem kéne abba a hajóba ülnöm. Szállják ki onnan. Mi keresel a helyemen? Józsikám, álljál félre, szállják ki abba a hajóba, majdnem ebben. Ja, jó, ami megmutatja papa. De egyébként hétvégén nagyon nagy csata voltam, volt egy új versenyszám, a Hüttner Csaba kapitány hozta létre, 400 méter egyes, az válogatott most az 504-esre, mert 504-es, tehát KN 500 lett az olimpiai szám, és a 401-es az időben megegyezik vele, és tavaly nem tudtak jó 4-est összerakni, és akkor idén az volt a koncepció, hogy csinálnak egy top 4-est, amivel a legjobb egyesek lesznek benne, és ez egy igencsak férfias, azt biciklivel néztem, előfutam, középfutam döntőt, vagy 50-en indultak, és brutális verseny volt. Tehát arra azt mondtam, hogy ez igen, ilyet mi szoktunk csinálni 20 évre ezelőtt. Most tényleg láttam a fiatalokat, a nagyon jó. Hát igen, meg ez a K4, ez egy dolog, hogy most érted, hogy edzel, meg jó vagy, meg toppon vagy, de hát azért ott másik hármat is össze kell szedni. Igen, meg technika kell, meg ott fejben, tehát észnél kell lenni mondjuk a vezérevezősnek, nem szabad egyéni akcióval belekezdeni. Kicsit közelebb a mikrofont, hogy okay. Igen, tehát ez négy emberen megy el, vagy négy ember igen. Nyeri meg. Hát azért egy emberen is el tud menni, ugye négyen vagytok, és négyen vakon kell bízni a másikba, tudni, hogy mit csinál, minden rezdülését ismerni kell, ezért jó, aha. Hogyha... Hát megértem, a hátsó tudja, mit csinál az első három, de az igen, első honnan tudja, érted, hogy a hátsó megvan, nem ég, ezt is sose értem. Ez azt szeret előre ülni, mert akkor nem csinálok semmit mögött. Mindig én ülök előre. Úristen, de fog a víz, de fog a víz. Kirugdossa a többieket. Az első szól, hogy emeld a csapásszámot, mert érzi, hogy a harmadik nem evez, vagy a hátsó szól, hogy figyelj, te ott elől kettő, evezzél már kicsit gyorsabban. Nem tudsz beszélni, annyira be kell gyakorolni, és annyira a csukott szemmel végig tud menni a pályán, hogy ott de ki váltja a tempót? Az első váltja a ritmus, és persze, a többi követi. Első váltja, de a harmadik szokott benyőgni. Benyögni? Csak én, ilyet. Ez jön ki belőle. Legelőbb ülsz, nézed a vizet előtted, jobbra az orosz hajó, vagy nem tudsz, hallott, hogy bal hárman ott elnyögnek egy kicsit, azért az oda az oda. Jó, előtted nyög a szlovák, aztán német is, nyög mindegyik, és akkor nem tudod, hogy most a te haverod nyögött, vagy éppen a másik. Te futam alatt tudod, hogy állsz? Tehát mondjuk, ha 5 centi van, 10 centi van, és mondjuk 3 pályával arrébb megy a német hajó. És baromiok, nagyjából érzitek, hogy elől vagytok, vagy tudod, hogy még egy kicsit rá kell tenni, hogy meglegyen? Én azt tudom, nézelődni nem nagyon szabad, bár nem tudom miért minden. De csak érzed, hogy ott jön mellette. Ilyen bevázogásom, perifériából azért szoktam pislantani, és így a tiszta a kép, akkor jó helyen vagyok, a nagy vízfüggönyt látok, két oldalról, akkor tudom, hogy nagy baj van. De olyan volt már, hogy előre szólt a kárcsuk, hogy állj már le, Zoli, 400, nem 1000! Le vagyunk Mohácsnál, öcsém, mi hogy állj már le, ott vasúttal kell visszamenni. De egyébként nem, nagyjából hiába nézed, vagy hiába tudod, hogy előtted van valamelyik, nem tudsz mit csinálni, mert a saját pályádat mész, saját tempód, a saját begyakorolt taktikádat. És nem is üvöltesz hátra, hogy Józsia nem evezett szét rugomaseket, tehát semmi nincs. Te emeled a csapás számot, és ők megjönnek utána. Jó, ott higgadtak maradom, mert most mondjuk a orosz szovjetekre nagyon jellemző, hogy bekezdenek az elején, és tudod, hogy is elhalnak 3-400 méternél. Addig bírja a nemokot. Ha négyes van egy ember, akit ez megzavar, akkor az egész négyest el tudja vinni rossz irányba. Mert de miért, ha bal három, vagy nem bal három, tehát ha három emeli a csapásszámot, akkor te... Nem három, hanem mondjuk megbeszéljük, hogy nem foglalkozunk senkivel, de mondjuk a második, harmadik, negyedik klubban úgy dönt valaki, vagy éppen az elsőben, hogy ő most egy idő megmutatja, és elkezdi rángatni. A többi az nem reagál rá, csak érzi, hogy zakatol a hajó, és nem tudja, hogy mitől. Mert egy ember nem fog 450 kilót eltúlni, és ilyenkor van az, hogy hát nem érjük utol az oroszokat, is. És ők meg röhögve nyernek ezzel a jó rajta. Igen. De utána tudjátok, hogy kiakciózott, tehát utána van tudjuk, egy emelkedett hangvételű beszélgetés az öltözőbe azért olyan azzal, van. Aki magánakcióba kezdett, mert ő majd most megmutatja. Mindenki, de általában mindig azon, hogy ha nyerünk, akkor mindenki rohadt jó volt, ha meg nem nyerünk, akkor én elsztrókoltam, azt úgy nevezzük, hogy ugye vezérevezős a sztrók, és hogy hát Zoli... Ja, szegény áldásul rajtad mindig csattal. Zolikám,
ezt rókoltad, de nem baj. Aha. És között nem volt hozzá, te normálisan mentél, csak jönnek, hogy Zolikám, ezt rókoltad. Hol nem jut az erő. Kegyetlen műfaj ez azért, és ebben töltöttél a 30 évet. Jó, hát igen, 30 évet. Jó, de már maga a neve is jó, hogy stroke-nak hívják a Stroke-oltad. Na jó van, és akkor most bíztatod. De azért vannak fiatalok, tehetségesek, indulnak, nyerési esélyeink is vannak, tehát hogy jó vagyunk. Sokat fogunk nyerni, igen, és nagyon sok ország lesz, nagyon sok résztvevő, tehát egy igazán jó világkupa lesz, azért is, mert jövőre tesz a világbajnokság, ami kvalifikáció az olimpiára. Tehát ilyenkor minden ország elérnek, ez az utolsó szegedi nagy verseny a kvalifikációs világbajnokság. Hát akkor neked a 2020 az még akár nem illúzió, tehát az még akár létre is jöhet, nem? Fogunk még 2030-ben is itt beszélgetni egymással. Hogy most már az örök palotánál, tudod. Számolok, az hatodik? Az hatodik olimpia lenne. Hát hetedik lenne, hogyha meg lett volna Rio, Atlantában kezdtem. Igen. Az igen, hogy egy kimaradt, azt mondja, hogy hatodik olimpia, ugye? Uh-huh. Bocs. Lenne, ha összejönne, de ha nem én, az akkor sincs semmi. Akkor is volt már. Jó, nem, de hogy azért az, ha kvali, akkor azért az egy nagy dolog. Majd adjál már gerinc velődből egy kicsit. Jó. Most? Zoli, hát nagyon drága, hogy egyrészt, hogy elhalasztottál miattunk egy edzést, hogy beugrottál. Nem, korábban kezdtünk. Hogy korábban kezdted, köszönjük szépen. A fiataloknak add át, hogy kicsit utáljuk őket, de azért nagyon drukkolunk nekik természetesen. Hogy és sosem sajnált, hogy azokkal, akik annak idején kezdted, de azok már mind valami államtitkárok, sportvezetők, miniszterek, nem baj, nem nem itt vagy nekünk. Ki lehet menni egy? De jó, mit csinálok. De jó. Persze. Bárkinek, bármikor. Persze, ma reggeltől. Ne hazudj, úgysem ész. Jó, holnap. Nem én. Jó. Szegediek. Mi megyünk tovább. Azt hittem, azt most behazudott, hogy mert akkor kimenni. Mert akkor jön. Vasárra visszajön. Igen. Szombat vasárra ott lesz a Feri is, igaz? Ott. Zoli, drukkolunk, add át nekik, jó? Tényleg, minden magyar hajónak és minden magyar válogatottnak. Kamerer Zoltánnak köszönjük szépen, hogy itt voltál, drága vagy. Neked meg akkor jó drukkolást, és hát reméljük, akkor jövőre minden összejön, amit szeretnél. Egy perc, pontosan 9 óra. Ciao, folytatjuk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 11 perccel. Elképesztő felismerésem volt. Olyan vagyok, mint Gyurcsány Ferenc. Imádnak a nyugdíjasok. Imádnak a nyugdíjasok. Nézzek, hogy tetszik neki. Visszatértünk az első sorba? Nagyon örülök. Megnyugodtál, Icukád, drágám? Megnyugodtál. Meg, csak jó. Még nagyon fázok. Hát most mondtam, a jeges északi szél bejött. Igen. Az eső helyett bejött. Viszont legalább elfújta a felhőt, nem esik. Nyugalom. János, emlékszel a hölgyre ott Icuka mögött egyébként? Csokkolom, kezdj csokkolom. Jó napot. Jó napot. Itt tetszett lenni decemberben a kitelepülésen. És énekeltem is. Igen. És tetszett mondani a János, hogy a kis Józsika. Megtetszik is, mert a kis Józsika. Nem Józsika. Mit tetszett? Valamit, de tudom, hogy nem. Jancsika. Az is jó egyébként. Szeretnék énekelni most. Most is? Hát, még a decemberig sem tudtuk feldolgozni. Mi bármikor jövünk, kicsit mindig tetszik énekelni. Az nem baj. Na te nem feltétlen, van minden időnk egyébként. Na, akkor megrendezzük itt az első Grandland X-faktort. Igen. A Rózsa Sándor. Aki kérdez, Cigány György. Aki válaszol, egy nevet szeretnék kérni. Rózsa Sándor, az nem jó. Rózsa Sándorné. Aki válaszol, Rózsa Sándorné. Marika néni. Így van, Marika néni. Emlékszem decemberben egyébként, igen. December 6-án. 6-án volt, igen? Igen, este. Igen, este, igen. És ami karácsonyi dal volt, vagy karácsonyi nem is tudom. Dal. Emlékszem. Igen. És most is egy karácsonyi dallal tetszett jönni? Nem, most Rózsa Sándor. Ja, most egy Rózsa Sándor. Rózsa Sándoros? Hosszú? Hát nem. Hány verszak? 40. Kettő. Két verszak. Na. Meghallgatjuk az elsőt, és eldöntjük, hogy legyen a folytatás. Jó. Az úgy jó. Beszálljuk valahol. Ne a villamosba is meneküljünk, persze. Ja, van még egy játékunk, azt le kell játszani. Előtte legyen, vagy utána. Ha látom, most már betetszett, készül. És kávéfőző. Fenn van már vaterán. Nem? Fenn van már vaterán? El tetszett adni? Vagy tetszik használni? Persze. El tetszett adni, látom Marika néni szemén, nem? Jó kávéfőző? Nagyon jó. Jó van? Hát jó, volt egy csomó nyereményünk, emlékszem, tudom. Igen. Na örülünk, akkor jól van. Na. Na, hagyjuk már Balázskán, hagyjuk már, hadd énekeljek. Érdekel. Érdekel az a kávéfőző Balázskán. Jó, egy verszak. Rózsa Sándor szereti a táncot, Nagyváradon csörgeti a láncot, csörgeti a Szati bíró láncát.
bíró. A vármegye 6 fontos kolonca. Hey, ez az első verszak. Ja, igen. Döntsünk a folytat, nálam átment. Nem, nekem én megnyomtam az X-et, vagy mit, hogy aranygombot nyomok. Én minden a golden buzzer. Én sztoricentrikus vagyok, én szeretném tudni, hogy mire fut ki az egész. Kiszabadul, kiszabadul. Ez a szabadságharc előtt van, vagy után van? Már utána? Utána. Okay. Nem kell. Jó, hát itt nem kell mondani, hogy legyen folytatás, itt megy. Hát ez megy magától. Igen. Tessék, nyomni be, abszolút. Nékem farmating szügyellő, van már nékem szép szeretőm kettő. Hey! Lovam is van jó, futó jó légből, szeretőm is sorba 12. Hey! Marika néni! Marika néni! Na van még? Tessék? Nem bírok ki többet, Marika néni. Bocsánat, nem, te tényleg nem. Én kettő meg. Marika néni, kettő verszakot tetszett mondani. Nem hosszú. Ne. Ráadásul most hirtelen lett egy harmadik verszak? Most írta. Rúzsa Sándor a kocsmába keser. Feszelők, nem keserők, feszelők. Ja? Az nem feszelő. Ja, azt értem, hogy a feszelő. Marika néni, még le kell játszanunk egy játékot. De nagyon jó volt. Köszönjük jó, szépen. Tíz addig után, valami. Tíz valami után meghallgatjuk. Már nem mondani a kavajok, Marika néni. Jó. Marika néni, ez bármikor oda tartjuk tízig. A mikrofon Marika néni énekel. Ez a feladat. Ebből a kultúrkörből lehet bármi egyébként. Húgyos Pista, akár bármi jöhet. Váratlanul jövünk. Sobrióska, bármi. Amikor meglátja Ferit, megy a mikrofon, azonnal eltetszik ezt énekelni. Most. Nem kell nékem. Így van. Jó. Király. Oké. Egy próba volt. Jó van. Nem így. Jó. Nem, Marika, nem abszolút jól. Nagyon érzi. Most már nem érek. De jó lesz az. Hol van a mizós akváriumunk, gyerekek? Ott. Hátul? Aha. Még belefolytod magad? Azonnal ugrom egy indián fejest. Nem, hát le kell, hogy játsszuk még az utolsó játékunkat. Tényleg. Ugye van egy mizójátékunk. Ami Robertánkkal. Roberta nagyon-nagyon-nagyon fáradt volt. Roberta biztos nagyon fázik. Ó, oh, Roberta! Hey! Roberta biztos nagyon fázik ebben a hidegben. Így van. Kik a játékosok? Egy Danit látok itt. Szia, Dani! Hello, Dani! Te fogsz úszni? Vagy hát csobbanni? Remélem nem. Az tegnap az nagyon kegyetlen volt Zalaegerszegen. Jó, egy fiú csapatunk van, meg egy lány csapatunk, Dani és Tamás. Tamás, te vagy a sportos, ugye te fogsz dobni. Mindenképpen így is van. De jó kötésű gyerek vagy, csinálsz valamit? Kondi. Szoli mosoda. Kondi Szoli mosoda. Ez egy nagyon jó kombó egyébként. Kondi Szoli mosoda. Kriszti és Ildi. Itt Ildi lesz a dobó. Igen, megpróbálom. Jaj, hát de így nem lehet édesem, hogy jaj, megpróbálom. Sísz vagy meg, hogy fázol. Igen, vagy erőszakkal vettek rá a játékra. Vagy megzaroltak valamivel, hogy játsszál. Nem akartam játszani, de így alakult. Kérdéseket hoztál? Nem tudom, hol vannak a kérdéseim. A táskában, Feri, a jegyzeteid között. Egy picikét, igen. Most fogsz igazán fázni, szerintem kezdjünk Danival. Dani. Jó, mennek a kérdések egyébként közben gyorsan. Másszon föl az első játékos, igen. Na, gyerünk. Ildi fog először célozni. Gyere, Ildi, itt van a kis tartvonalunk. Mm-hmm. Figyeljetek, aki közel áll, az nyugodtan menjen egy kicsit távolra, mert nagy csobbanás van ám. Tehát, ha beesnek a játékosok, ott mindenki vizes lesz. Ezt tegnap láttuk, ugye, hétfőn viszonylag kevés volt a találat. Zero, de tegnap nagyon jó volt. Édesem. Jó, köszönöm. Kicsit olyan álmos volt a reggel, fázós. Ne, csak álmos. Fázni nem fázok egyáltalán. Jaj, te! Hát de miért nem alszott ki magad? Jani nem kopogott át este. Nem, soha. Pedig végig az egész rohadt folyosón mindenhova bekopogtam. Roberta, itt vagy! Roberta, itt vagy, Roberta! Itt vagy, Roberta! Nem, sajnos nem. Nem, aztán mondták, hogy a két csillagosban van. Átmentél volna te abban a két csillagban. Most azt nézem egyébként, hogy itt a medencének az oldalán lóg valami, egy kicsit felettünk turbozva. Nem alapkiszerelés szerintem ebben a modellben, de hogy... Rúzsas. Ne, még nem adtuk mikrofon Marika nénnek. Csak mondom, itt van még az első sorban. Vagy mit keres az oldalán egy kolomb? Hát feldiszkoztuk. Feldiszkoztuk tegnap óta. Minden nap rárakunk még azt egy plusz kevéket. Azt hiszem, hogy ilyen állatítató lett belőle. Igen. Na, jaj, felmászik az első játékos? Mit szóltok hozzá? Már jól felmászott. Jó, mert itt van egy akkora bizó erő. Összecserélted a cipőket. Az egyik kék, a másik rózsaszín. Direkt? Direkt. Na. Na, Ildi, tudod, a szabályt dobni kell, látsz magad előtt egy kék kis köröcskét, azt kell eltalálni, ne gondolj a szombathelyiekre, nem voltak ügyesek, de tegnap már az alaegerszegek nagyon jól dobtak. Az alaegerszegek elképesztően patentek voltak, és nagyon fontos, hogy ugye vannak előtte nagyon komoly kérdések, nagyon komoly válaszokkal, ezeket mindenképpen fel kell nekünk tenni, és akkor miután jól válaszoltál, akkor dobhatsz. Jó, jöjjenek a kérdések Feri jegyzeteiből ugyanúgy, ahogy tegnap előtt. Ma már egyszer elmondtam. Ezek ilyen adási jegyzetek. Igen, a te dumádból írtam ki. Most onnan
tetted? Igen? Na, halljuk az első kérdést. Na, azt mondja, hogy miért nem bujocskázik senki az anyóssal? Mert nincs olyan marha, aki megkeresni. Ne. Egy gyenge. Oké, mert bujocska közben is beszél. Már nincs marha, aki megkeresni. Na, jó, igen, elfogadjuk. Na, igen, nézzük azt a dobást, kicsit húzódjunk hátrébb. Hát eltalálta. Na most konkrétan telibe találta egyébként a korongot a labdával, de... Hát... Ilyenkor mi van, főnök? Semmi, hát nem esett be. Ja? Hát nem, ja. hát gondolom... Dobd meg erősebben. Ne bólincsam be. Nem volt elég erős a dobás, szerintem nagyon erősen kell dobni. Működik-e? Ha egy jó tesztet? Na, jó van, oké. Okay. Akkor jön a második. Na, jön a következő kérdés. Melyik az az állat, amelyiknek kétharmada zsír? Egy, a disznó. Kettő, a zsír áf. Na jó, nem akarom megölni, ki megölöm magam, komolyan mondom. A zsír áf. Mindegyik, egyébként melyik volt a jó válasz? Mit mondott? A disznó. A disznó, elfogadjuk a disznó. Azt. Elfogadjuk. Erőből a kajakra. Próbálj meg egy kicsit nagyobb lendülettel dobni. Ez is eltalálta, és még mindig nem sikerült egyiket megfürözteni, csak a labdát. Jó, hát igen. Kettőből nulla, jöjjön a harmadik kérdés. Jó, azt mondja, hogy harmadik, miért piros a gólya csőre? Mert égett a pofája, amikor téged hozott. De miért szegény, atya úristen. De egyébként már egyre jobban szeretem. Jó, szörnyű. Könnyű legyen megkülönböztetni a farától. Második, igen. Aha, a második. Igen. Micsoda kitörő lendület a játékosban. Micsoda kitörő lendület. Jó. Jó. Na, háromból... az a helyzet, hogy gyakorlatilag háromból háromszor találta el a korongot, de egyszer sem sikerült működésbe hozni. Gyere, abszolút a te játékod, azt kell, hogy mondjam, abszolút. Hát ez neked lett kitalálva ez a játék, pedig eltalálta, csak nem dobtad elég erősebb, valószínűleg az volt a baj. Oké, akkor háromból semmi, cserélünk egy-egy gyorsan. A másik játékos, hogy látod, Feri, egy kicsit tud nagyobbat dobni? Fé, egy izom köteg állít előttünk, hát ő a gyúros. Mosoda, szolárium. Amit csak lehetett a városban, az fölvonultatott kérdés, hogy el tudja találni majd a kis kerek gombunkat. Közben fölmegy ugye Ildi. Kriszti. Már azt mondom, hogy Ildinek a társa. Igen. Ildi, aki Krisztinek álcázza magát. De Ildi volt a dobó, érted? És Kriszti már is fölül. Nagyon jó. Bátran, Kriszti. Igen. Figyelj, ha egyszer találsz, az a jó. Akkor egyébként, ha egyetlen egyszer megvan, találsz, akkor megvagyunk, mert annyira nagyon-nagyon rosszul dobott szegény előző játékosunk, hogyha egyszer eltalálod azt a kéket elég erősen, és beesik a játékos, akkor tulajdonképpen meg is vagyunk, és tiétek a 250 ezer forint. Hát vagy ahogy osztoztok. Ne felejtsük el, hogy azért itt van azért benne meló, mert hogy azért nem keveset szoláriumozik, tehát hogy... Igen, az komoly meló. Igen, itt szerintem ő egyszer fogja megküldeni, és Kriszti úszik. Ja, sajnos ez a realitás. Kriszti, gondolj arra, hogy a víz melegebb, mint a levegő, tehát hogy minden rosszban van valami jó. Rossz lesz kijönni. Aki jönni nem lesz, nem lesz jó. Figyeljetek, essünk túl rajta. Mit mond kőműves Kelemen a fiának vacsora közben? De mi volt, fiam, az iskolában? Te szar. Micsoda? Egyél, fiam, anyád már fal. Jézus, atya úristen. Annyira gyenge. Na jó van. De ne, egyébként mondom, tényleg egyre jobb. Jó, egyre igen, jobb. Csak az, hogy ez a negyedik kérdés, és ennél kezdtünk el először nem nevetni. Nem baj, holnapra összeszedem jó, magam. Egyél, fiam, anyád már fal. Anyád már fal. Jó, na, oké, hajrá. Másik válasz. Jó, a másik válasz. Így van, egyéni fiam, anyád már. Csak mondom, hogy megy a villamosunk közben, ami mi vagyunk. De jók vagyunk, de most koncentráljunk. Mindenhol ott vagyunk, gyerekek. A tömegközlekedésen, éterben, adásban, élőben, mindenhol. Ezt nevezem teljes letámadásnak. Na dobjunk egyet. Egyet kell, és meg vagyunk igazából. Mehet, persze. Gyerünk. Hát ez az az erő, amivel ezt meg kell dobni. Ha így találjátok el, akkor megvan a csobanás. Megnyugodhatsz, nyertetek. Nem kell. Jön az emberünk, azt mondja, majd dobom a következőt. Nem kell többet, mert ezzel az egyen már jók voltatok. Igen, nem kell. Kizökkentett egy kicsit, de... Nem kell háromszor megfürdetni, vagy nem kell még kétszer, mert igazából mivel nem talált az előző Kriszti hálás. Játékos, teljesen jók vagyunk. Úgy látom, hogy Kriszti hálás, hogy nem kell még egyszer megfürdni. Jó, hát a mai megvan, Kriszti. Letudtad a fürdést. Gratulálunk, akkor két férfié, Daniéké a 100 ezer forint. Mi lesz a sorsa? Mit csináltok, srácok, velem? Nyaralás, elosztjuk. Magunk között. Hát ez férfiasan. Együtt mentek nyaralni, vagy külön-külön? Vagy valószínűleg külön-külön, de majd látjuk, hogy így mi lesz. Majd meglátjátok. Jól van, oké, gratulálunk. Gratulálunk, ügyesek voltatok. Köszi. Nem hideg, ugye, Kriszti? Tessék? Nem hideg, ugye? Nem, nagyon jó volt. Kimondottam frissítő. Igen, jó, hogyha vigaszoljon a tudat, tegnap a játékosunk háromszor fürdött. Szegény. Tehát ő... Csak gondolj rá, hogy mindennél van rosszabb. Na jó, köszi. Van, köszi, ügyesek vagytok. Ciao. Hello.
Icuka, föl akarsz te is ülni a székre? Itt áll az első sorban. Icuka nagyon túlvezérelt, imádom. Lóvé már nincsen érte, de ha akarsz fürcsizni, akkor lehet. Jaj, most inkább kihagyom, mert így is fázok. Icuka, maradsz 10-ig? Most már maradjál itt. Maradok, persze, hogy maradok. Jó, maradjál, most már ne menjél el. Jó van, akartok még énekelni? Egyébként? Ne várj, ez Marika. Tudom, csak mondom, hogy Marika le se veszi a szemét róla. Tehát, hogyha kicsit közelebb jössz, akkor ő azonnal lényeg. Marika valamit keresett a tárcájában közben. Megvan, Marika? Mert látom, jól nagyon kutattál. Megvan. Mit kerestél? A jegyzeteimet a dalokról. Mit kerestél? Téged lefényképeztünk. Igen, ahogy itt állok, lefényképeztetek? A telefont, a kis unokahúgommal. Ott a kis unokahúgod is, jól van. Örülünk neki, hát örülünk, hogy ennyien eljöttetek. Jól van. A húgomnak a lánya. A húgod lánya, ez fontos. Jó. Hogy hívják, hogy hívnak? Gyömbér Csilla. Mindig énekel egyébként, Marika? Igen. Sokat énekel. Jó, nagyon cuki, igen. Na, egy utolsó rövidet, valamit hacsaljunk még. Valami csak így fejből jön, Marika, egy utolsót. Volt már rövid? Most már mindig elnevetítők, rögge is, mindig hallgatók. Hát milyen vidámak vagyunk, igen, milyen szeretném nevetni. Ez egy ilyen műsor, igen. Na, valami a betyárvilágról van, még na, valami? Egy utolsót, Marika, valami nagyon kis rövidet, jó? Mert aztán el kell mennünk hírezni. Nem iszom bort, fogadásom tartja. Vizet iszom, ha a babám adja. Még azt is úgy, ha szájából adja. Mint a galampárját úgy itatja. Csuhalja! Még azt is úgy, ha szájából nem én voltam, valaki rányomtat a tapsot. Mint a galampárját úgy itatja. Hey! Nagy tapsot Marikának, gyerek! Marika! Tényleg olyanok vagyunk, mint egy DK lakossági fórum, nem? Igen, egy kicsit ötvözve egy röpőpávával. Marika, csókolunk, pucilunk, köszönjük szépen, hogy itt vagy. Jövünk még egy dalfelismerő játékkal. Ha nincs meg még a nyertesünk, illetve a játékosunk, akkor lehet jelentkezni. Jó, János nem állsz át a kordonban. Egy utolsó dalfelismerő játékunk jön, amivel még 100 000 forintot lehet nyerni egy szerencsés hallgatónak. Úgyhogy, ha még nem támadtátok le a hostess lányokat, akkor egészen nyugodtan. Jó? 3 perc van, pontosan 9:30. Egyetlen friss közlekedési hírünk van, ami fontos lehet. Az M0-áson van egy nagyon nagy baleset, ezt többen elküldtétek nekünk. A 34-es kilométernél, a Csepeli lehajtó felé. Tehát ott vigyázzon mindenki. Nagyon aranyos a néni egyébként, írják, Marika, csak mondom, hogy közben kapjuk az SMS-eket, hogy nagyon kedvelnek téged. És felkérés érkezett fellépésre? Igen, DJ Dominik bejelentkezett, hogy menedzselni. Hogy egy jó mesapot tolna. Ne, nagyon jó duma az is. Azt hittem, már a Mária Rádióra kapcsoltam. Na, jövünk mindjárt, 3 perc van, pontosan 9:30, itt vagyunk a hírek után. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Rádió 1. 3:40 lesz, pontosan 9 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Svédországban élek, a mai napon már most 30 Celsius felett van a hőmérséklet a napom. Még az a szerencsé, hogy nem kell messzire mennem a strandra. Majd gondolok rátok. Jó. Köszi szépen, hogy megírtad. Köszi. Gyerekek, azért érzitek, hogy itt valami nincs rendben. További Svédországban 30 fok, egy május van. Közepén, igen. Egyébként Budapesten, igen. Szegeden pedig, mit tudom, 9 fok. Akkor tehát, hogy itt valami nagyon megfordult. Na. Marika nénit a burák helyett követeljük. Ezt, igen. Énekeljen visszafelé Marika néni, és föl kell ismerni. Igen, dalfelismerő játékot Marika néninek énekeljen visszafelé, hogy ahogy Feri mondja. Igen. Hát vagy meg legyen valami kis együttműködés a Rádió 1 DJ és Marika néni között, érted? Mit tenni? Bárány versus Marika néni, vagy igen, valami, junior igen, versus featuring Marika néni. Junior Bárány featuring Marika. Burák Tuesday. Annyira aranyos. Feldolgozva. Igen. Ja, Istenem. Miért fohászkodsz magadhoz? Hát tudod, hogy ilyen szeretek magamhoz beszélni. Nem, azt olvasom most már, hogy a rémhír kategóriában mik jelennek meg, olvastátok? Nem tudjuk, hogy a feleségem helyre tette Andyt, és ezért Timi pedig beperelt a feleségemet? Így tehát, van. Hogy konkrétan ez megy most évek, a rémhír? Évek óta. És most mondj valamit, ami nem igaz. Mondjad, Feri. Hogy évek óta ezt mondjuk, hogy ne csinálja ez a drága asszony, már tiéd. De úgy csinálják egyébként, hogy a hír végére, nyilván kamu az egész, odaírják, hogy kérlek, oszd meg ezt, mintha a Viki könyörögne, hogy egy megosztással segítsük az ő harcát, mert hogy Andy írja az Álhír, ugye, vagy valamilyen ilyen fake news portál, az beszólt a mi gyerekeinkre. Hát
bár aha, nem tudom mit, ezért Viki beszólt az Andynek, ezért viszont Timi beperelte a Vikit. Hát ez már durvább, mint a Leon Szió sztori. Azért érted. És utána az van... Ez már a rózsák háborúja, öcsi. És utána az van, hogy könyörög a Viki a posztban, egyben a nyilván kamu hírban, hogy osszák már meg minél többen, hogy az ő harca az sikeresebb legyen, amit folytat. De hogy közben Timi meg beperelte Vikit. Azért ez nagyon kemény. Nem olvastátok? Még nem jutott el? S hogy hát, álltok? Többen kérdezik SMS-be, hogy ez most mi igaz? Viki, hogy álltok a perrel? Nyerünk? Megnyerünk? Nyerünk, drágát. Ne adjátok annyiba. A kaszinóból egy 10%? Perelünk, Lali, perelünk. Aha. Elperelünk, elperelünk mindent, amit tudunk. Jó, minden, nem csak egész egyszerűen tényleg elképesztő, hogy most már olyan szinten szabadult el az egész fake news, hogy az hihetetlen. Megint ugyanazt szeretnénk ezekkel elmondani, nézd meg, hogy honnan származik. Jó, tehát ha ilyen hülye című, és egyébként is látod, hogy tele kamu hírrel lévő, akkor felejtsétek el, ne osszátok. Tehát, hogy ez a legnagyobb baromság, mert oda van írva, mintha tényleg a Viki könyörögne, és akkor nyomod az osztást. Nem kell, felejtsd el. Béke van, nyugalom, csend, nem? Hát igen. Abszolút. Abszolút. Van dalfelismerős játékunk közben? Van. Ha akarod, akkor van. Igen? Igen. Hol a Judit? Judit. Csics! Adj nekünk egy dalfelismerő játékos hölgyet. Ott integet. Nézd, hogy integet. Na. Hello, csajok! Jó reggel. Sziasztok! Hello, lányok! Jó reggel. Sziasztok! Jó hello! Reggelt. Honnan? Innen Szegedről. Szegedről. Uh-huh. Egyetemről, suliból, lógtok éppen munkából. Lógunk. Honnan? Suli? Igen, gyakorlatunk van ma. Milyen egyetem ez, vagy mi ez? EÜS iskolába járunk. EÜS iskola? Igen. Mi katéterezés lett volna ma így gyakszi, hogy mi? Jöjjük, igen. Mi lesz elvégzedés? Elvileg fogászati asszisztens. Az jó. Az nagyon igen, fontos, a fogászati az asszisztens. Az nagyon-nagyon kell, hogy a fogászati asszisztens az olyan legyen, ahogy hogy megnyugtatja a beteget. Kedves, mert ugye a doki igen, mogorban jön, megy, rohangál, neki nincs ideje annyit a beteggel foglalkozni, de az asszisztens az nagyon-nagyon kell. Láttátok a Balázsnak a legutóbbi posztját a Facebookon, ami rólam készült. Ott állok középen, és elfelejtettem betenni a fogaimat szakmai szemmel. Hogy... János pont úgy röhögött egy tegnapi kép, hogy úgy tűnt, hogy a komplet fogsorát... Nem lennek fogak a számban, de... A hátszél így kifújta, az alagerszegi hátszél így kifújta a szájából. Sajnos nem láttuk, de vissza fogjuk nézni. De az jó, legalább egy olyan hivatást választottatok magatoknak, ami azért viszonylag jól fizet, vagy jól fizethet. Reméljük, így lesz. Ez nem hangzott túl biztatóan, ez a reméljük. Aha. Igen, hogy az asszisztensi. Mert a Jani már benül a fogorvosi székben, nagyon ideges. Mit mondasz neki asszisztensként? Balázs nincs itt. Meg nem fog fájni. Jó kezedben van. Gondolj arra, hogy akciós. Jani, nagyon kedvelek. Balázs is jön valamikor? Ha, igen. Semmi egy ajándék fogja Józsika, fét. Semmi gond, Józsika. Semmi baj, kicsi Józsika. Add meg a Balázsnak a számunkat is, jöjjön is a fogászati rendelőbe. Na jól van, oké, ketten játszotok, csajok? Vagy? Igen. Hát, mondjuk fura így egy akkora téren, ahol vagyunk most kb. 300-an megkérdező, hogy ketten, mert szerintem úgyis lesugják. Jó? Reméljük. De azért a stoppot nektek kell mondani, ugye 100 000 forint a tét, és amikor úgy érzed, hogy megvan a dal, vagy az előadó, akkor mondj egy stoppot. De mondhatsz blöffre is, aztán majd valaki bekiabálja. Jó. Tehát ez... Mi bármilyen segítséget elfogadunk, mert itt dolgozunk a Mekiben, és hogyha segítetek, akkor kaptok egy kis kedvezményt. Ja, amiket nem lehet megvenni. Értem, tehát a hátsó ajtón kicsempészett félig lopott sajtburgerrel szórnátok meg Szeged népét, hogy viszont nektek nyerjenek egy kis pénzt. De ez nem rossz díl. Ez nem rossz díl. Kikérem magamnak a KFC nevében. Igen. Nagyon jó. Egyébként ezen a héten viszonylag jól sikerült kitalálni a hallgatóknak. Tegnap telefonált is Andy Balázsnak. Hát hétfőn mondom, eleve kiesett föld a lobster a kezéből, ahogy ugye... A százast úgy vitt el a leányzó, hogy konkrétan a dal előtt, ugye? Tegnap pedig azt hiszem 80 vagy 90 uh-huh, talált gazdára. Most is valószínűleg hallgat minket egyébként. Igen? Aha. Várja, Timi, várja. Nem biztos, hogy lesz ma manikúr, Balázsok, még eltapsolok egy százas, akkor mondom, kardom tőle, bassz. Nem lesz ma manikűr, azt mondtad? Jani, az minden nap van manikűr? Százért? Nem, hát a szerdai nap a manikűr, ma manikűr van. Jó, legyél ügyes, indítjuk a dalt. Azt hiszem, hogy ezt nem én indítom, de a stopnál viszont meg valaki megállítja. Jó? Tehát ez lesz, ez a leosztás, úgyhogy nekünk nagyon jó dolgunk van most. Igen, hátra dőlhetünk. Mehetünk? Na figyelj, indítjuk a dalt, aztán kiabálj, jó? Izgulsz? Nagyon. Látom rajtad. Jó, hát figyelj, vagyunk egy pár százan, megoldjuk. Figyelj.
Megvostok. Stop. Igaz, igen. Hogy nem te mondtad. Bocsánat, még egyszer, mi a keresztneved? Ne haragudj, mi a keresztneved? Nekem Évi. Évi vagyok. Igen, ki volt, aki bemondta a stoppot, mert nem te voltál. Én. Hello. Ja, akkor többen játszunk, igen. Igen. Tehát te mondod a stoppot, te pedig akkor az előadót. Na, kit hallottuk? Hogy a Sugar, de hogy ki az előadó, azt nem tudom. A dal címe Sugar. Sugar? Az igen, volt a dal címe. Igen. Látom félig meddig a monitorom, hogy jó nyomon vagyunk, igen, lányok. Jó nyomon vagyunk. Sugar? Nem fog örülni, de Andy. Nincs új Sugar. Jó, várjál, megkeresem a tapsot, így van. Várjál, ez az, az. Na jó, valakinek van egy ingyen burgere a csapatból. Valaki kap egy dupla sajburgert. Mennyi volt az annyi? Oh, yeah. 80 ezer forint. 3 másodperc telt el. 80 ezer forint. Oh, fuck. Fordrászt is mondod, Timi. Timi. 80 ezer forint. Csak ügyesek vagytok, gratulálunk. Nagyon tényleg szépen köszönjük. Mi lesz a sorsa? Elverjük az egészet. Ezt szeretem a mai fiatalságban, az Y generáció, hogy nagyon tudatosak. Készülnek a jövőre. Tudatosan felkészülten élnek, majd felkészültek az életre. Elverjük az egészet. Kaját fogunk venni, kutyaruhákat, minden, ami kutya. Ne, könyörgöm, akkor inkább szórjátok el. Kutyaruhát ne vegyetek ennyi pénzből. De akkor miért a forestos játékban játszottatok? Ott nincs ruha, csak nyakörv. De kinek van kutyája? Mindenkinek van kutyája. De, jó, hogy ilyen kutyások vagy. Persze. Ja, ne, hogy kutyaruhát. Azt hittük, hogy lánybúcsú lesz valahol is. Hogy most kicsit az fel akarjátok dobni. De ne vegyetek már kutyaruhát ennyi pénzbe, akkor inkább tényleg bulizzatok, vagy nem tudom. Az lesz. De mi van, ami csiva van? Azért kell kutyaruha? Nem, vagy? Nekünk francia buldogunk van, haskong, német juhász, mindenféle kutya van itt. Egy farmon éltek? Vagy hol? Ja, hogy összesen, igen. Azt hittem, hogy csak neked, azt hittem, hogy Jézus Mária van, azt hittem, hogy nálad. Összesen. Van francia buldogod? Milyen igen színű? Fekete. Fekete. Anitának is fekete van, meg nekem is. Kis bögöly szemű. Fia, francia buldogokat imádom egyébként. Nagyon kis cukik. Nagyon cukik. Jól van. Meg a fiatal lányok. De... kis cukik. Ja, igen, ők is nagyon bögöly. Küldjük a pénzt, lányok. Köszönjük szépen, ügyesek vagytok. Sziasztok, ciao. Sziasztok. Hello, hello. Gyerekek, így könnyű azért 300 ember oldja meg. Nem? Nem baj. Aha, az, jó? Ez most kollektív. Figyeld. Hopp. Nem, Marika! Hát azonnal egy fél stró... Mikor rózsasá... Na! Jó. Meg az a deal, bármikor megérkezik eléd egy mikrofon, 10 óráig neked... énekelni kell. Marika, énekelned kell. Oké, na mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Ugye? Ki tudja, annyi minden történt. Annyi minden volt. Hát szerintem Icukáik biztos benne vannak. Igen, Icukát és Katikát vágta be Anna, Icukát és Katikát, ugye kiszúrtunk itt a tömegben két nagyon helyes hölgyet. Igen, és itt állnak továbbra is. Akik rendületlenül egyébként 6 óra óta itt állnak, és megszólaltattuk őket, és velük beszélgettünk, úgyhogy ezek kerültek a nap legjobb pillanatai közé, ezeket megmutatjuk, aztán jövünk vissza már is. Balázsék a Rádió Egyen. Ja, gyerekek, hát itt vagyunk. És... most vajon merre indult az esőfelhő? Ez egy jó kérdés. Tehát nem Békés Csaba. Valószínűleg elindult Békés Csaba felé. Szerintem azon gondolkozhatod, hogy oké, estem már heleget, Balit, Ferit, Janit jól megáztattam, elmegyek Békés Csabára, megnézem ott milyen idő van. Ha hozzad reggel, úgyis erre jönnek. Biztos jelzik már nekik is az eső, a jó kis csapadék. Hopp! Marika, hát mi van, Marika? Kell mondani, nem énekelni kell, Marika. Énekelni kell. Hopp! Rózsa Sándor. Igen, csak Rózsa de most Sándor van. Az meg vagy Miréknek ugyanaz a dallam egyébként? Marika utána nyúlt, várjál. Rózsa Sándor fölül a lovára. Hey, más hey, nagy szép, de ez most már egy kicsit más volt. Igen? Kicsit más volt. Ó, gyerekek! Azt nézzétek! Ezt a csávot! Ki ez a hapszi? Atya úristen! Egy mennyit dob egy úristen, van egy előtte képünk? Van egy előtte képünk, meg egy utána képünk? De kellemet, hát, de jól néz ki. Ábel, férfit csináltak Ábel, mi lett belőle. Az a durva, hogy most már nem sorozatgyilkos fejed van. De tehát, súlyos. Nem, most már tömeggyilkos fejed. Figyelj, tök jó lett a hajad. Figyelj, azt kell, hogy mondjam, tök jó lett a hajad. De nekem, hát gyere egy picit a fodrásrácnak mondom. Bocsánat, a keresztnevedet mondod még egyszer? Roland. Nagyon jó előtte képünk van, Viki csinált egyet, és megcsináljuk az utána képet, és ugyanúgy interjúzott veled. Roland, nagyon jó vagy, tényleg. Nagyon jó vagy. Rendesen fölnyírva, új szín. Elégedett vagy, Ábel? Nagyon. Hát, nagyon jól néz ki. Kávét is kaptam. Te nagy vagy. Mernél nem elég
elégedett lenni. Figyelj, iszonyat trendi a hajat, komolyan mondom, nagyon menő. Ez az oroszlán szín, ez eltűnt belőle, tehát ez kifejezetten előnyös volt, belőve, befestve. Figyelj, nagyon jó. Nagyon az előbb jutott eszembe, hogy vajon visszaérsz-e, mire vége az adásnak. Intézzünk még neki valamit. A fogászasszisztens lányok elmentetek? Ábelkám, figyelj ide, nagyon jó vagy. Viszont mi azon gondolkozunk, hogy kinek adjuk a naphallgatója címet, de szerintem egyértelműen a fodrászunknak kellene adni. A mester fodrásznak adjuk oda. Figyelj, ez zseniális vagy. Gyere egy picit még közelebb. Nagy meló volt, vagy csak egy hicséróból? Hát az idő nem nekünk dolgozott, de egyébként kiosztom, amit tudtunk. Ja, hogy arra is figyeltél, hogy 10-re visszaérjetek. Igen, igen, igen. Figyelj, hát abszolút. A rovarírtás volt előtte? Mennyi lesz a számla, a végösszeg? Figyelj, Balázs. Az én vagyok. Hát az üzlet az ajándékba adta. Jaj, te jól van. Hát lehet, hogy majd a kép alá kiírunk valamit. Ez is így van. Azt, hogy de jó dolog ez a Facebook. Azt írjuk, hogy igen. Na, azt írjuk, hogy nézzétek Ábel haját. Így van. Ábelkám, figyelj ide. Hát ez... ez de nagyon. Nagyon jó, menő. Jó. Tényleg menő. Tényleg menő. Tényleg menő. Jobb, mint a Janié. Hát igen. Az enyémben lenne meló, hogy valahogy kinézzen. De igen. Figyelj, most már komolyan mondom, hogyha egy Lambóba beszállnál bármelyik MTK stadion előtt, vagy valami, én te simál azt a darab, akkor megvernének, mert nem a tiéd. Egyéb, hát például. Figyelj, és most már nem is kell visszamenni a Pestre, tehát mész át akkor egyből Csabára, vagy azért még ennek ennél visszamész. Hát még egy boxer kell. Egy boxer. Már milyen verekedni akarsz? Egy boxer alsó. Na jó, azt nem megyek el venni veled, akkor azt old meg, ahogy akarod. Nekem csak fecskéim vannak. Igen, az nem egy akkora dolog, de azt mondjuk már nem akarom. Az nem, de arról nem akarok egy tudni. Jó boxer. Valaki esetleg fel tudná ajánlani most a sajátját? Kettőbe jött valaki? Igen, végülis egy darab boxerrel spórolsz egy ilyen durván 400 kilométert. Jó, az ajándékcsomagot akkor adjuk. Köszönjük szépen, hát abszolút te vagy a naphallgatója. Már ott érkezik is egyébként az egyik hostess lányunktól. Gyerekek, hát ennyit számít egy jó haj. Látod, Feri? Igen. Majd igyekszem én is ide elmenni. Köszönjük. Egy jó úttörő ott segít, ahol tud, persze. Ja, Istenem. Na jó van, gyerekek, elköszönünk. Hát nagyon drágák vagytok tényleg. Aranyosak, kedvesek, kedves szegediek, kimegyünk még hozzátok. Igen, jó? Nekem van egy ígéretem, megígértem, hogyha ízlik majd az a bizonyos barbecue vegán sajtburger, amit hoztak nekem, akkor azt jelezni fogom vissza. Hát sajnos nem tudok. sajnos ezúttal ez nem vár. Csodálatos, annyira ízlett egyébként, csak elmondom, hogy Roberta följött ide a stúdióba szelfizni velünk egyet, és nem nagyon tudtam rá koncentrálni, és ez nálam ez azért már szó. Azt jelenti, hogy itt azért. Hát mert egy óriási ketchup folttal birkoztál a körszakálladon igazából, meg egy fél káposztával, ami rajtam maradt. És ráadásul mindez még tegnapról. Igen. Jól van, tessék eljárni nekünk este egy esőtáncot, jó? Így mindenki magában, hogy ne legyen esőnk, Békés Csabán, mert eddig ez nagyon-nagyon megszívtuk, de azért ez ma már egészen jó volt. Egészen jó volt. Nagyon köszönjük, hogy ennyien eljöttetek. A hátsó sorban kicsit visszafogottan nézelődőknek is köszönjük, akik végig egyfajta távolságtartással szemlélték a műsor, de azért kitartottak, úgyhogy nektek is nagyon szépen köszönjük. A teret és a mögött elévő nyilvános vécé, meg nyilván azért álltatok ide, nem miattunk, de így van, mindjárt tiétek a toj-toj. Akinek van kedve, az pedig hát nézzen át Békés Csabára. Nagyjából hasonló. Közel is van, nem is esik. Hasonló repertoárra készülünk, tehát olyanok vagyunk, mint a Rolling Stones, minden ugyanazt adjuk elő, de lehet jönni egészen nyugodtan. Hát vannak állandó arcaink, akik érkeznek természetesen, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, jó? Így van, a Grand Lennox-ből itt szálljatok ki, mert az... Ja, hopp, majd elindult. Majdnem feltettük a lemezt. Marika, jövünk legközelebb. Mit kell lenned? Azt tudod, most már nincs szegedi kitelepülés. Itt leszök, ha jó Isten úgy akarja. Hát, jó Isten, a jó Isten még azt akarja, hogy sokáig életben legyen. Cukáiknak is ugyanitt van a helye. Bizonyám. Első sorba, ha jövünk, jó? Bizonyám. Jól van. Nagyon szépen nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Jó, jövünk még valamikor Szegedre. Puszi mindenkinek. Holnap Visszük Békés Csaba érkezik. Visszük a Grand Lendix-et Békés Csabára. Így is van, profi vagy. Nincs keresi, hogy a szálljon ki az autóból. Igen, és adja vissza a slussz kulcsot. Puszi nektek, köszönjük, sziasztok! Nagyon szépen sziasztok. Köszönjük, viszlát Szeged! Jövünk Békés és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.